az egykori rádió, a Klassz FM azt állítja, hogy azért nincs morning show holnap, mert én a tévé szerepléseimre akarok koncentrálni ezen túl, és minimalizálni akarom a rádió szereplést. Ez hazugság. Én nem jelentettem ki semmit. Reagálva a sajtóközleményre, hogy mi nagyon szerettük volna végig csinálni és kitölteni a szerződésünket, és tisztességesen, becsülettel elköszönni tőletek. Nem sokára minden kiderül, nem sokára találkozunk. Vigyázzatok magatokra! Hat óra után vagyunk, pontosan 22 perccel. Hello Feri, hello Jani. Hello, srácok. Hello, drága hallgatók. Hát itt vagyunk. Sziasztok. Megérkeztünk. Bocs, hogy pizsamában vagyok, úgy készültem, hogy ma már nem kell dolgoznom. És nagyon rohantam. De jó a pizsit, ha ebben alszol, vasalt a napán akkor. Nagyon kis csinos, hogy azt kell, hogy mondjam. Mindig temetésekre, mindig szép öltözök. Ah, igen, mire készült és ajtótájékoztatás? Azt én lenyomtam a végére ideje. Jó, jó, na. Jó, mint gondoltam egyébként egy nagyon picit kivártam. Most őszintén szóval. Tudom. Így fölhívtam 3-4-6-kor, mondom úton, vagy még várok a taxira, még várok a taxira, mondom, intézem. Lementem, jó, az étem még előtt egy kávét. Jó, hát ha itt már nem tudsz. Hát a tisztelt. Na, gyerekek, hát nagyon sok minden történik velünk, nyilván erről ti is értesültök. Nagyon nehéz a helyzetünk, azt gondolom. És nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan tovább. El fogunk majd mindent mondani most egyelőre. Nyugodtan igyátok meg a kávétokat, itt vagyunk, ébredezzetek, lejátszuk, amit le kell, aztán majd később beszélgetünk. Nagyon sokan a sajtó képviselőitől itt voltak a rádió előtt. Úgy látszik, hogy ők se tudnak aludni, nem csak mi. Nagyon helyesek voltak, eljöttek korán, érdeklődnek. Hát irántunk, irántatok. Fölket kell. De hogy is, Feri, már 11-re megvannak már. Ja, mondjuk az igaz. Nagyon sok minden történt, talán nem is mindenki tudja, hiszen a nagy része ennek igazából azt gondoljuk, hogy az online közösségben ment, de nem feltételezzük, hogy mindenki olvas internetet, de dolgozik, gyereket nevel. Nem biztos, hogy van rá lehetősége, ideje, hogy letelepedjen a gép elé. Az online világ egy széles spektrum, de úgy beszélünk majd, hogy mindenki értse, hogy mi történt igazából, elmondjuk majd 7 óra után. Addig itt vagyunk, szól a műsor, vagyunk jelen pillanatban, és hát a tegnapi események hatására 267 000 ugrott az oldalon. Na, hát eláruljuk. Minden rosszban van valami jó, gyerekek. Egy média hack volt az egész történet. Csupán csak arról szólt, hogy meglegyen a 150, kicsit túl is lőttünk a célba. A 250. De úristen, mekkora lenne, hogy az egész, ami történt tegnap az online közösségben és az online hírekben, az csak az egész arról szólt, hogy Balinak meglegyen. Túl lőttük 230 valamennyiről, 267 000-re sikerült. Megnatúr nem is létezik, a Jani szokott beöltözni. Így van. Iratkozatokat kiadni azért, hogy meglegyen a 270. Így van. Nagyon nehéz volt beszerezni az amerikai zászlóra hasonlító cilindert. Igen. János átvágta magát a sajtóképviselőjére. Igen, nem foglalkozott velem senki egyébként, mert éppen akkor a vezér nyilatkozott, hát ugye az újságíróknak. Igazából picit furán is éreztem magam, azt hittem, hogy valami érdeklődés nekem is fog szólni, de csupán csak annyi volt. Majd átbújok alatt. Jó, Igen, szóval érdekes dolgok voltak, de itt vagyunk. Volt egy rövid kis sajtótájékoztató reggel. Én nem... És mindenkit megnyugtathatunk. Lesz fekete fehér, igen, nem az univerzum csárhány. Ez volt a legnagyobb probléma tegnap is. Most ki nyer? Én hallgatóink nagy többséget, ezért jó kis játszok, oké, játszhatok. Jó, de fekete fehér, igen, nem az lesz. Oké, lesz bögre. Kapok még egy utolsó bögrét? A legviccesebb e-mail egyébként tegnap konkrétan ez volt. Ugye a webmére még így felmentem így este, egy picit félve, mert hogy vártam, hogy mondom, úristen, rengeteg e-mail jön, és az is jött, de volt egy Imre nevű kedves srác, aki még este átküldött egy második levelet, mint miután egy elsőben érdeklődött, hogy tudunk-e még neki küldeni autogramkártyát. És a második levélben csak egy volt. Na, hogy döntöttek?
Tök jó volt. Nagyon jó volt, biztos, hogy kap. Biztos, hogy kap. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor a halálos ágyadon fekszel, nem volt még ez szerencsém, de nagyjából el tudom kezelni a szituációt, és a rokonok az ágyad elé járulnak, és ráteszik a kezedet, és azt mondják, hogy nagyon együtt érzek veled. Itt vagyunk veled, az autó az enyém lehet. Körülbelül ezt érzem minden nap, amikor megállítanak, hogy nagyon sajnáljuk, hogy tegnap odajött hozzám egy családos ember, a kisgyereke, nagyon sajnáljuk, és együtt érzünk, és nincs vetány bögre a kocsi. Oh, igen. Mondom, nem járok bögrével, ne haragudj, de megértem, hogy neked ez a legfontosabb. Meg hát értetek, vagyunk drága hallgatók, úgyhogy ha lenne bögre, adnánk. De nem tudunk, mert nem volt a kocsi. Ha hallod, ez mindjárt meghalad. Itt írja még alá. Hol van? Nem írta alá, papa, nem írta alá. Elne patkoljon, papa, még a lakást nem ruháztál. A tartós bérletet még nem kötöttük meg, papa, maradjon velünk. De hát nyilván a hallgatókat persze. Nyilván ez is érdekli, ez rendben van. Az a szeretet és az a fajta elszántság és az a fajta hihetetlen, önzetlen dolog, ami irányunkba jött ez a tegnap, az elképesztő. Az félelmetes volt. Az félelmetes volt, így van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Továbbra sem cél, és nem is akarunk igazából semmiféle dolgot gerjeszteni. Történnek bizonyos események, amire effektíve jelen pillanatban mi reagálunk, de nagyon örülök, hogy senki nem jött ide a rádió elé, a sajtóképviselőt leszámítva, hogy nem volt itt tüntetés, meg fütyülés, semmiért nem akarunk, nem célunk, és nem is ebben a szellemben készítettünk a műsort. Én sokszor mondom, hogy mi gyerekek hegedülünk, és vidáman tesszük mindezt, és vidáman hegedülünk, úgyhogy megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy nem megy át ez egy ilyen megafonos, legdösődös, úgyhogy minden rosszban van valami jó, igen, megvan a 267 ezer, ha a saját nyomoromban akarok egy kicsit röhögni. Jelen pillanatban nem könnyű. Nem könnyű most rádiózni, és nem könnyű műsort csinálni, de azon vagyunk, hogy csináljunk, és aztán majd mondani fogjuk, hogy hogyan tovább, természetesen megbeszéljük, átbeszéljük a dolgokat. Mindenképpen mondja, hallgassatok bennünket. Ma elmondjuk, hogy mi történik, mi lesz, és hogy hogyan tovább. Sok SMS-t írjatok, mert ezek nagyon jók, például ez az érdeklődő, hogy egyre később kezdtek. Ez miért van? Ne édesem, igen. Szóval én nem gondoltam volna, hogy mi ma még itt ülhetünk. Én lélekben elbúcsúztam a pulttól, a kedvenc kis gombjaimtól, a laptoptól, mert úgy volt, hogy mi ma már nem ülhetünk itt, és aztán a tulajdonos úgy döntött, hogy mégis bejöhetünk. Köszönjük szépen, hogy ő ezt a döntést meghozta. Semmiféle rosszat és semmiféle rossz dolgot nem akarunk róla mondani. Nyilván azt el fogjuk mondani, hogy velünk mi történt, de mindenféle sárdobálás nélkül nem is kívánunk ebbe belemenni, és nem is ezek a módszereink, és tényleg nem is hiszem, hogy ez lenne a jó út. Úgyhogy itt vagyunk, játszunk, ha ma behúzzuk a játékot, akkor mi vagyunk a császárok, ti meg gyíkok. Akkor mi vagyunk a császárok, ti meg gyíkok. Nagyon szépen köszönjük a támogatást, hogy mellettünk átadok, de gyíkok nem nyertek. Be, hogy nem felvételről vagytok. Ez egy nagyon jó kérdés. Mert azt, hogy azt mondom, hogy 6 óra 29, Anna még találtott egy olyan best of-ot, amiből igen, pont ide vágja, hogy 6 óra 29. Nem olyan betűnként összevágva. Ez még igazából nem bizonyít semmit. Vagy le kell fotózkodnunk egy napi bulvárral, ugye? Amit egyébként nem láttunk még egyelőre. Tehát jelen pillanatban nem tudjuk még igazolni, hogy élőadásban vagyunk. Mit tudunk mondani, ami tegnap történt, igen, ami megtörtént? Mert amiből... hogy ezt az egészet az Anna vág. Jó nagy meló volt. Igen, jó reggelt, de magamat hát csak nem vágnám bele. Hát én itt vagyok, tehát de akkor most vagyunk. Van, régen beszéltünk olyanról, hogy te vágsz. Beszéltünk arról is, hogy én itt vagyok. Érted, ez még mind lehet. Tehát akkor ezt mind bele tudtad vágni ebbe az anyagba, amit összevágtál. Igen. Igen. Most vagyok. Meg ne felejtsük el, hogy korábbi megszólásokból simán össze lehetett volna hozni például a DJ-ből és a Danubiusból. Igen. Na, de Laci videózik egyébként, és mutatja, igen, az órát is. Laci, nyom meg a piros gombot, akkor veszik. Jó, úgyhogy ezt a kis kezdő élőben videót majd... Élőben vagy, nem? Élőben vagy? Egyébként élőben nem vagy, vagy élőben. Ez csak most videó, csinálsz. Majd 9 óra után szerintem csinálunk. Otthonra. 9 óra után csinálunk egy élőt. 9 óra után. Jó, drága hallgatók, elmegyünk hírezni, hiszen vannak kötelességeink. A rádiónak lenne olyan technikája, mint neked. Ákos szőröstökű profiként itt van. És, igen, megborotválkozhatott volna. Megborotválkozhatott volna. Egy jó trimmer és ráfért volna. Igen. Szóval elmegyünk hírezni, aztán jövünk a játékkal. Léci, nyom még egy lónyerítés gombot. Gyerekeket, amit akartok. Persze. Amit akartok, rólatok szól, értetek vagyunk, úgyhogy amit szeretnétek. Jó, elmegyünk hírezni, aztán,
aztán jövünk a játékkal. Egy kicsit szellősebben fogunk megszólalni. Azt gondolom, tehát, hogy szellősebb lesz a ma reggel. Mi már tegnap úgy készültünk, lemondtuk a vendégeinket. Szegény Lajos már berakadta az új műfogsorát. Így elment súlyfürdőzni. Kapkod a ráadásul fordítva. Elment a Borbélyához, levágatta a szakállát, és kihúzatott néhány fenékszört, illetve orszört. Nagyon szerettük volna, hogy ő ma bejön. Mi lemondtuk a vendégeinket. Az aranyér párnáját. Lemondtuk a vendégeinket, mert hogy Lajos tényleg meglátogatott volna bennünket, de mondtuk neki, Lajos, nem vagyunk holnap, ne gyere, Boros Lajosról van szó. Úgyhogy nem nagyon vannak vendégeink. Jött volna még Anett egyébként, lehet, hogy ma még egyébként ideér, de őt is lemondtuk, úgyhogy ma szellősebb lesz egy picit, de vagyunk itt vagyunk, és aztán majd hét után elmondjuk, hogy mi történt tegnap. Nyilván arra bazírozunk, ezt mindenki tudja, tehát van, aki adásból értesül. Jött volna Juhász Péter, és hátra tud egy kicsit rogánozni. Igen, illetve Robert Norbi hozott volna két update-be. Jó, és te mondtad, hogy Bali hallom, nem lesznek, nagyon szomorú vagyok, mert készültünk JK-val egy csomaggal. Igen. Úgyhogy őt is megérintette ez a dolog, hogy esetleg nem vagyunk. Na, drága hallgatók, hírezünk. Jó, legyetek itt velünk, mi is itt vagyunk, élőben vagyunk, Ákos mondja a híreket, aztán jövünk a játékkal. Nagyon játszunk, vidámak leszünk. Jövünk át, hogy állunk? Jó, hogyha ez az utolsó játékunk, mert ez előfordulhat, akkor is mi vagyunk az univerzum császárkirályai, mert kettőt Jani megnyert a héten. Tehát maximum szépíthetnek. Tehát ha ez az utolsó nap, akkor 2-1. Igen, hát ez mindenképpen média történelem lehet, tehát érdemes betelefonálni, hogy elmondhassátok még, hogy azon utolsó játékosok között voltatok, akik tulajdonképpen a klasszon velünk játszottak. Jó, fél hét múlt pontosan 3 perccel. Ja, csak azt akartam mondani, hogy megyek átverekedem magam a zabomhoz, az újságírókon. Hozass be velük. Figyelj, ne haragudj. Nagyon kemény volt tegnap átgondolni, hogy hány személyes dolgom van még az íróasztalon, és azért be tudok jönni egyébként. Ja, mi lesz a sztori? És a két bravótó gálás díjammal. Mert egy csomó mindenem még itt van, de nagyon, nagyon flottul meg tudtuk azért ezt oldani. Jó? Na, elmegyünk egy picit hírezni, Ákos jön, aztán jövünk a játékkal Ákos hírei után. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, drága hallgatók, csak hogy elhiggyétek, hogy élőben vagyunk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 52 perccel. Itt vagyunk, és valamiért nem működik a kártyám. Ne hülyeskedjél, majd odaadom az enyémet. Vagy léci, tedd már meg. Nem működik most a kártyám. Most befelé beengedtek, és kifelé menet, hát majd dobálj, majd na teszem a zábomat. Azért érte, tehát az ember a szokásainak a rabja, de nem tudtam átmenni. De kiengedtek, nem? Persze, igen, természetesen. Igen, hát most kísérnek bennünket mindenhova, hogy nehogy kárt tegyünk valamiben, vagy magunkban, vagy a berendezésben. Most van egy fajta kísérlet, gyerekek. Hát ez mindegy. Így zajlik ez. Ez van. Ez így múlik van. Így múlik el a világ dicsősége. Katinkának szeretném üzenni, hosszú Katinkának. Nálad, hogy Katinka, egy picit elloptuk tőled a sót. Miért, Katikától? Hát erről ugye most felszólított a Gyárfás Tamást, mondjon le, és ahogy egyébként mi felkerültünk bizonyos internetes hírportálokra, az ő híre egy picit lejjebb került, és lekerült az illusztráció, hogy mi elférjünk, illetve hogy te beférjél. Ja. Fotóval együtt. Na, gyerekek, nagyon helyes SMS-eket kaptok, fontos, hogy vagytok nekünk, hálásak vagyunk, amiért küzdötök. Ahogy Peti mondja, a Morning Show örök is elpusztíthatatlan kitartásátok. Én szeretnék lenni az utolsó nap hallgatója. Léci, Kazi, most mi van, best of vagy élő? Mi az, hogy best of? Kérdezi egy hallgató. Jó volt a dalválasztás, srácok, igen. Rád akarnak mindent hárítani, Bali. Te vagy mérges a rádió, vagy ők rád. Beszélünk majd. Jól látod, hogy megvan a 250 ezer? Hát nem a 250 ezer, lassan 270. Igen. Hát ott vagyunk, ez a tegnapi nap eseménye. Most már kezdhet tényleg félni a Kassa TV. Igen, TV-nek megremegett a lába. Mennyi? 800 ezeren? 900 ezeren vannak? Majdnem 800 ezeren vannak az ő oldalán, így van. Na, szóval, hogy itt vagyunk és játszunk egy hallgatónkkal. Többet fogunk ma zenélni, kevesebb témánk lesz igazából, de itt vagyunk veletek, természetesen. De ez most nem egy könnyű. Ez most nem egy könnyű élethelyzet. Elmondjuk majd 7 óra után, hogy mi történt. Nyilván azon hallgatóink kedvéért, akik ugye nem biztos, hogy olvasnak internetet, mert hogy ez most azért ne inkább ott zajlott. Hát meg picit fura a kommunikáció, azért valljuk be őszintén, mi is egy kicsit össze vagyunk zavarodva most, hogy lehetünk, nem lehetünk, leszünk, nem leszünk. Ki vagyunk rúgva, nem vagyunk rúgva. Tehát, hogy nem értjük az egész sztorit egyelőre. Mert hogy így keresztül kasul jönnek az információk.
információk, mi is egyelőre Tamással ülünk. Az biztos, hogy lesz fekete féligen, nem? Az biztos, már játszunk, kicsit van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Zsolti vagyok, Bajáról. Zsoltikám, mi újság van? Hát semmi különös, nagyon örülök, hogy még mindig vagytok. A tegnapi hírek után kicsit elszongyolottam, és most nagyon örülök, hogy egyáltalán még lekerültem játékba is. De aranyos vagy, látod? Hát kesejűként köröztök fölöttünk, és jöttök még. Hát én is kesejűként köröztem fölöttetek, mert nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna játszani, és már nagyon sok SMS-t küldtem a hónapok alatt. Sok SMS-t küldtél? Na, hát akkor végül is bejutottál. Kivel játszanál, Zsolti? Veled, Balázs. Hát. Velem, jó, persze, legyen. Nem volt kérdés. Látom, nagyon örült. Örülök, hogy ne figyelj, hát ezért vagyunk, persze, játszunk, abszolút. Remélem, el is engeded a játékot most már így. Nem mondom, hogy életem csúcsformájában vagyok, de természetesen nem. Eljátszogatok én veled egy percig, aztán meglátjuk, mire megyünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Kérdeznél? Én is. Kérdezzek, vagy kérdezel te? Lehet, hogy egyszerűbb, ha te kérdezel. De kérdeztek. Kérdezek inkább én. Honnan hívtál minket? Bajáról, már mondtam. Bajáról, már említetted. Mit csinálsz? Dolgozol, iskolába mész? Mesélj egy kicsit. Hát én igazából most suliba megyek. Uh-huh. Tehát itt sétálok az utcán ilyen mínusz 10 fokban. Hideg van. Így van. De esett a hó? Itt hó nyomát még... Tehát deres minden. Ez főiskola, egyetem? Mesélj egy kicsit, mi ez? Ahova jársz? Én gimis vagyok. Gimis vagy? 17 éves, és te vagy a példaképem. Tényleg? Szűz vagy még? Így van. Tényleg? Mérleg vagyok. Mérleg vagy? Jaj, de jó. Lejárt, nagy szenvedés volt. Hát ez nagy szenvedés volt. Nagyon szépen köszönöm. Ez nagy szenvedés volt. Most én itt ordítok az utcán, remélem nem mindenki hallja. Mert kicsit nem normálisnak fognak nézni. Ne helyes, ordítsál, megvan az ajándékcsomag. Így van, és ez... Bocs, egy kicsit, nagyon-nagyon örülök most, mert már ez nagyon kellett nekem, ez az ajándékcsomag. A régóta, sírunkon táncolsz. Régóta vadásztál rá, mi? Megvan az ajándékcsomag. Hát a bajai kitelepülésen is ott köröztem, mint egy sas, és szerettem volna játékba bekerülni, de hát nem sikerült, de most végre. Aha. Na jól van. Oké, figyelj, gratulálunk, hát megvan. Igazából benn volt egy Zsoltikám, aki az utolsó között vagy, akinek van egy ajándékcsomagja. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Hello, Zsolti. Hello. Ciao, hello. Sziasztok, ciao, szia, ciao. Zsolti, szia. Hello. Veszítsd el. Gyerekek, lehet itt bármi, érted? Egy bögre, az csak egy aha, bögre. Hát így van. És az egyik utolsó Klassz FM-es ajándékcsomagok. Bizonyám. Sőt, nem is. Szerintem ez az utolsó. Mert hogy, ja, várjál, mert nem, mert azért van még ma két játékunk. Így van. Tehát ne felejtsük el, hogy van egy mit szeretett volna mondani Dóra játékunk, illetve lesz még majd egy hármasugrás. Igen. Én nem is írtam hármasugrás, nem, majd írok valamit. Igen, ha mai sor szellős lesz, akkor szellős van, lesz a vendég. Erre a mai napra? Hát, igen. Game over ére egy hallgató. Már megértem, hogy a születésnapom hallgattak el. Elég szar lett volna egy anolvű. Fiúk, ekkora cirkus csinálni csak, mert nem mertétek Lajos szemében mondani, hogy maradjon otthon. Nálam eddig ez a nap esebese. Aláírtuk egyébként, már Feri, illetve én, de nem sokára Balázs is aláírja azt az utolsó kb. 10 darab autogramkártyát, amit még majd el fogunk küldeni, több nincs. Igen. Közis látok a kitartást, küzdjetek, írja nekünk egy hallgató. Fiúk, én nem akarok olyan világban élni, ahol nincs műsor. Visszavágó éjjövök, hajrá Danubius! Ez az. Azt nagyon szeretem. A hajrá Danubius-t, azt nagyon szeretem, igen. Nem semmi gerilla marketing volt, Balázs. A gyerekek, valahogy meg kellett csinálni, valahogy föl kellett ezt a szódat pörgetni. Most gondolom, hogy nem állunk még ez a 238 ezer ilyen nyomorúságos 238-nál, nem, hát ennyivel jobban mutatott 268, nem? Hát azért az barátok között is mennyi, egy 30-acska? Hát persze. Két nap alatt, vagy egy nap alatt. Egy 30-acska. Hát egyetlen probléma van, hogy mi lesz a következő poszt. Erre azért nehéz egy nagyobb lapot rádobni. Gyerekek, a Facebook királya Kassa Tibi. Ezt tudja mindenki itthon. De azért az, hogy egy nap alatt majdnem 1 millió megnézek egy videót,
Ezt a Tibi se tudja. Ezt a Tibi se tudja. Támad. Ennyi gyerekek, ennyi, ennyi. Lehet, hogy kevesebben vagyunk, de kicsi a borz, de nagyon erős. Majd nem tudom, 800-900 ezer megtekintésnél van a videó. Jelen pillanatban nem is tudom, hogy állunk. Azért ez még a kasszataxival sem egy mindig azért olyan könnyen, hogy meglegyen az 1 millió. 854.971-et mutat nekem. Atya úristen. Na jól van, Ákos mondja a híreket, aztán jövünk. Kitartás, jó titeket hallgatni, egy hallgató. Zsolti a sas. Igen, Zsolti volt a sas, egyébként legyőzött bennünket. Jól van, jön Ákos a hírekkel, aztán jövünk majd mi is nem sokára. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És élőben vagyunk, csak mondom. Egyébként élőben vagyunk, úgyhogy majd lefotozzuk magunkat egy napi bulvárral. Kaptunk még, vagy jött, járt még, vagy? Mert nekünk már a kártyánk azért nem jó egy-két helyre, meg nem mindenhova tudunk bejutni, meg jönnek, vennek velünk, de igazából itt vagyunk. Jó, megyem, hogyha nincs esetleg, akkor leszaladok és veszek egy népszavit. Ja, az már nincs. Igen, tudom. Karácsonykor népszavit hallgatsz és klasszefemet olvasol, nem? Illetve fordítva. Népszavit hallgatsz és klasszefemet olvasol. Arra még lehetőség is van, igen. Szépen mondtam. Na, drága hallgatók, itt vagyunk, és igazából 9 óra után, ha tudtok, akkor hallgassatok bennünket, jó? 9 óra után fogunk mindenre reagálni, nem is mondjuk el többször, ami történik, mondunk új dolgokat is, és 9 óra után hangzanak majd el fontos dolgok leginkább. Addig még itt vagyunk, próbálunk vidámkodni. Veletek vagyunk, köszi, hogy írtok, és 9 óra után fontos dolgokat fogunk mondani, elmondjuk, hogy mi történt velünk tegnap, elmondjuk azok kedvéért is, akik egyébként nem tudják. Gyerekek, november 16-a szerda, Erdélyi börtönre ítélték egy ütésért. Oh. Csak mondom, hogy ez a napi sajtó. Uh-huh. Nem tudom máshogy bizonyítani, nem az Erdélyivel akarom szegény. Oda telefonáltam, még lapzárta előtt az újsághoz, és megkérdezte volna, hogy ez holnap a cím. Tessék, Bors... 2014-16 kirúgták Balázsék. Oh, felül ott vagyunk. Van, ott vagyunk. Oh. Nem ér csak olyan kicsi. Napi nyeremény játék lenyomt. A matrica mellett. Lehet, hogy már mondták, hogy mégsem. Igen. Már ma reggel sem engedte őket mikrofon előni. Egyébként nagyon helyesek voltak a borsosok. Tényleg? Igen, nagyon-nagyon normális SMS-t kaptunk tőlük, és írtak nekünk egyébként tegnap. Nem lesz miről írni, vagy? Annyi sok szép közös akció után. Igen. Olyan. Figyelj, csomó minden volt persze, de írtak tegnap, hogy velünk vannak, és ezt tudják, hogy ez egy baromi nehéz helyzet, és nagyon sok SMS-t kaptam egyébként. De hogy a Bors szerkesztősége, vezetősége is írt, nagyon, nagyon normálisak voltak, úgyhogy köszönjük szépen. Na, a lényeg tehát, hogy 9-ig próbálunk vidámkodni, játszunk, megfoglalkozunk az adással, a közlekedéssel, minden, és aztán 9 óra után hallgassatok bennünket igazán, ha szeretnétek tudni, hogy mi történt, mi történik, és mi történik a folytatásban, mi a jövő. Jó, 9 óra után ezek fontos mondatok. Higgyétek el, hogy tőlünk tényleg a frankot halljátok majd, jó? Tehát, hogy igen, hogy minden más információ, amit innen-onnan hallottok, illetve találgatok, az, hát hogy is mondjam csak, tehát, hogy így nem biztos, hogy megállja a hét. Amit tőlünk hallottok, az tényleg a tuti lesz. Így van. De vannak természetesen már mindenféle összeesküvés elméletek, az egyik kedvencem, ezt a Timinek az oldalán találtam, az egyik rajongója írta. Ugye tudod, hogy meg volt rendezve az egész, szándékosan csinálták, hogy lehozza a sajtó, és Balázs kapjon pár lájkot, mind a mellett, hogy utoljára még ráhangoljanak olyanokat is, akik nem tudják, hogy megszűnnek, vagy hogy mikor mennek a netre. Egyébként ügyes húzás, nem mindenki lépett meg még ilyet itthon. Nagyon szerettem. Imádom, nagyon jó. De jó. Óriási vagy, Zoli. Rajtjatok meg, csácok, éjszakás voltam, nem tudok 9-ig várni. Jó, hát akkor visszanézed, csinálunk róla egy videót, és az egészet feltesszük majd a Facebook oldalra. Lesz egy nagy videó erről, hogy mi történik itt 9 óra után, jó? Azt mondja, hogy... Hoztam fogbélőket, és kezdjük el.
ha véletlenül ütésváltás lenne. Nagyon remélem, hogy 9-ig itt lehetünk. De én már összeszedtem az irodába a cuccaimat, gyerekek, hogyha bármi van, nekem van egy csomó fontos iratom, én azt elviszem magammal igazából. Most itt ki a kocsiba. Meg a két sztori díjamat. Igen. Amiben egyébként nem kettő van, de azt nem hagyom. Én dupla zabot eszek, hogy holnapra elfogyja. Na, gyerekek, igen, szóval 9 után, jó, akkor mondunk mindent, ami a műsort érinti, ami bennünket érint, ami benneteket érint, jó? Viszont voltak, vagy lettek volna igazából ma vendégeink, és hát lemondtuk őket, mert azt hittük, hogy ma nem kell bejönni. Igazából ugye miután kaptunk egy levelet a rádiótól, hogy ma ne jöjjünk, mert best of lesz, ezután mi nem kezdtünk el nagyon szorgosan műsort készíteni, aztán ugye jött este a telefon, hogy mégis jöjjünk be, tehát 10 órakor mi már nem diszponálunk nagyon meg. Ami nem baj, mert 600 000 téma van az újságban, nem is ez a lényeg, de hogy mégiscsak azért stílusosan, ha már Lajosnak megígértük, hogy jöjjön be, azért az egy pikáns pillanat, ha esetleg rácsörgünk majd, hogy ugye nem tudott bejönni, de Boros Lajos itt van nálunk egy pillanatra, azért azt szerintem régi időket idéz. Mi összekapcsolódtunk egyébként már akkor is, amikor bizony, ugye a Danubis láger volt, és fölhívtuk a Gáborékat. Aztán később járt is bent nálunk Lajos. Aztán később járt is bent, így van. Szerepelt a méltán keveset megélt Wundersinni szuperszexiben. Igen, túlván elkaszáltak, pedig nagyon jó műsoron. Szerintem a Lajos miatt volt az egész. Kedjük az egész a Lajos. Ő azon kevés celebek vagy ismert emberek népszerű arcok közé tartozott, akik nagyon szívesen jöttek el a műsorba, és nagyon-nagyon ferek, nagyon-nagyon korrektek voltak. Tehát Lajos volt közülük az egyik, hanem a legkorrektebb. Úgyhogy őt azért nagyon-nagyon szeretjük, mind a mai napig. Mm. Van-e benne a mai napban valami bizsergető, hogy így ülünk itt, nem? Hát nem tudom, én nem ugye? Azt érzem, hogy nem bizsereg. Azt érzed? Nem? Én nem azt látom, hogy nagyon bizsereg. Én úgy bizsergek. De adjál egy kis bizsergést. Jó ott lenni, ahol írják a történetet. Nem, ez figyelj, ez amit itt történik, népszabadság, klasszefem, hát ezek jelen pillanatban sajnos, ez most így történik, benne vagyunk a sűrűjében. Én mindig nagyon szerettem az ilyen utolsó, egy picit ilyen, hogy is mondjam, csak már ilyen céltalan csatákat. A könnyű lovaság rohamabban a karabánat. Be akartad dobni azt az ominózus zseplőt, hát hajrá. Aha. Hát hajrá. Ja, csak mondom, hogy egyébként már vadul elkezdtem gondolkodni reggel, amikor megkaptam az SMS-t, hogy mégis vagyunk, hogy mi legyen az a metal szám, amit le fogunk nyomni, amit megígértél. Igen. Búcsúzol, van egy dalod? Van, természetesen. Igen. Gyerekek, ha szeretnétek dalt kérni, vagy melyik Polgár Petit adjuk le, vagy melyik kasza sót, vagy mit adjunk le, vagy melyik kasza, mi volt, ária, vagy mi volt, kasza opera, vagy nem tudom mi volt, kasza musicalt is meg tudunk hallgatni, úgyhogy nyugodtan írjatok, jó? Srácok, ez a végjáték annyira szomorú, dicséretes tőletek, hogy ilyen küzdő szellem, hajrá veletek vagyunk, drágák vagytok, köszönjük szépen. Jó, lást, kuc. Már nem akar velünk beszélni, vagy mi van? Mégse. Gyere már be. Nehogy már. Ne. De tegnap még jött volna? Beszóltatok neki, mi? Nem szóltunk be neki, fölhívta, bemutatkozta mindledelmesen, hogy én azt szoktam, hogy jó reggelt, Ponyicki Anna vagyok, szerbusz Lajos, és nem szeretne velünk beszélni, és az okát se szeretné elmondani, szóval nagyon elegáns volt. Tényleg? Igen. Én imádom az ilyen reggeleket. Én imádom az ilyen reggeleket. Én kicsit ezért médiázom, de komolyan mondom, mert most itt vagyunk a sűrűjében. Nem a műfogsor lehet? Nem, ennek egy oka lehet, hétfőtől ül be a morning show. Nem akar az okáról beszélni ezt. Aha. Ja, Istenem, pedig mi annyira kedveljük őt, és hát reméljük, hogy a mi humorunk és az iróniánkat... Nem adtuk meg, mint korábban. Nem, a mi humorunkat és az iróniánkat ő mindig értette, és hát mi nagyon-nagyon kedveljük őt. Megértjük, természetesen nem akar olyan beszélni. Nincs. Ugye, azt csak mondjuk el, hogy ő lett volna tegnap a vendég. Igen. Illetve pontosabban, hogy tegnap meghívtuk, és jött volna. Jött volna, lehet, hogy ma esetleg úgy ébredt, hogy mi mondtunk két olyan mondatot, de igazából ez benne van. Lajost mi egyébként továbbra is szeretjük, imádjuk, és tiszteletben tartjuk. Így van. Az egyik legjobb hazai rádiós, úgyhogy... És nagyon sajnáljuk, hogy annak idején egy Lajos nevű Anzsu király bitorolta a nagy jelzőt. Közvetlenül Károly Robert után, hogy történelmi tudásomat csillogtassuk. Igen. Jó, figyelj, hát ez az ő döntése igazából. Ahogy Csokor... mondta, ettől függetlenül csókoltatjuk, tényleg jó egészséget kívánok. Nem tudom ezért föl, hogy átadjam, remélem. Valaki sarokba szorította a Lajost. Igen, igen. Biztosuk benne neki, hogy bocsi, fölhívtam. Lajos! Hát ma most a bocsira is rácsöröghetnénk ám. Nem gondolnám, hogy könnyen tudnánk oda bejutni. Vannak ott bizonyos összefüggések. Próbáljuk meg. Gondoltam, hogy ezt amikor vége volt a Danubiusnak, akkor is beszéltünk. Hát van egy központi számuk, arra csörögjünk rá, és mondjuk el, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, és hát ha. De most miért gondolod, hogy ott nekünk baj, nem szeretem az ilyet, lenne? De meggyőzhető vagyok, adjatok egy számot. Csörögjünk rá. Hát de nem. Így van. Hogy hát, ha ő tudja, hogy a Lajos miért haragudott meg. Hát
hát ha írt neki a Lajos. Igen, hogy ezek a szemetek. Este, hogy ezek a gennyes szemetek már megint mit mondtak róla, bementem volna, mert eddig szerettem őket, de most már fene vigye el őket, tényleg miért nem fullad meg az a Sebestyén, meg az a Rákóczi, meg az a. Hogy hívják, meg az a. Meg az a. A kis Józsika. A kis Józsika, miért nem fullad már meg a saját hányásába egyszer, mikor valahol egy játszótéren fetrengő lincezni. A krémes még fogyja tényleg. A gyerekek, ez most már hagyomány. Szóval ez most már hagyomány, amikor a rádiók megszűnnek, akkor összekapcsolódnak, vagy történik valamilyen a rádiók életében, amikor egyébként a Gábor bement a Musicba és lefotozták, mi megpróbáltuk fölhívni, amikor a Danubius összekapcsolódott a Slágerrel, amikor mi becsörögtünk, meg kiderült, hogy ott van az exed, úgyhogy... Így van, mindig van előre, hát ha még most is. Állítólag reggel már beszéltek rólunk. Tényleg? Valaki azt írta, hogy szépeket. Igen? Aha. Szépeket mondta? Azt én nem olvastam, hogy szépeket, csak hogy beszéltek róla. Megértem, mert a Gáborhoz nagyon közel lakom. És nagyon sok szelektíven van. Amit egyébként be tudok dobni az ő kerítésén. Tehát megértem, hogy szépeket mond. A szavait a félelem generálja szerintem, hogy tudom, hogy hol lakik. És nagyon csúnya dolgokat tudok csinálni, oda bemászom. Hát másrészt bíznak benne, hogy a Music FM-nek a hallgató tábora egykori Klassz FM-esekkel fog majd bővülni után. Jó, hát ez benne van, gyerekek. Tehát ez benne van, hogy a hallgatottság bővül. Annak ellenére, amikor például a Gáborik a Neóban megszűntek, akkor mi bizsámod, hogy baromi szolidárisak vagyunk és drukkolunk, és ez nem csak a Gáborikról szól, ez 50 utcára kerülő emberről egyébként, és családokról és gyerekekről, és olyan emberekről és olyan műsorkészítőkről, akiknek nincs megtakarítása, és egyik pillanatra a másikra utcára kerülnek, és baromira sajnáltuk őket, sőt mondtuk, hogy reméljük, hogy minél előbb visszakerülnek az éterbe. Igen. És én továbbra is ezt gondolom, hogy a magyar rádiózásnak az a jó, ha minél több jó reggeli műsor van. Egyébként vagyunk mi, vannak a Gáborék, lennének a Vogáék együtt, van a Happy Endre, legyen sok jó reggeli műsor, legyen színes a paletta, legyen sok rádió, mert akkor van verseny, és akkor tud a hallgató is választani. Hát ki ebben a legfontosabb? Mindig a hallgató. Egyértelmű. Aki élvezi azt, hogy egyeduralkodó, vagy élvezi azt, hogy nincs más, az igazából nem szeret konkurálni, nem szeret harcolni. Nekünk is az a jó, ha van kivel, minket a Gáborék is mindig inspiráltak és szerettük, hogy vannak. Már a Danubius slágerben nagy harc volt a hallgatókért, sosem ellenségek voltunk, ellenfelek annál inkább. A mérések összehasonlítása. A mérések, a hallgatóság, persze, hát legyen sok jó. Legyen sok jó reggeli műsor. Nyilván mi ezt szeretnénk, ezen vagyunk, és ezt kívánjuk mindenkinek, aki rádiózik. Na, jó, akkor rájuk csörgünk most már, akkor ne indítsuk el, akkor 7:30 után, hát akkor dobjatok. Próbáljunk meg tényleg olyan dolgokat, hogy ma véghez vinni, ami eddig nem ment még senkinek. Mit tudom én, mit próbáljuk meg elérni a felcsúti polgármester. Na, láttam, nyilván kezdett bedobni egy esőt. Jó, hiányom az esőseket, szívbőrűhellek titeket, de hiányozni fogtok. Igen. Ha most mindenkit felhívtok, akit megbántottatok, akkor ez non-stop adás lesz, egy hétig kazírja. Egyébként csináltuk már ilyet, amikor ugye elhangzott az ominózus mondat. Mindent fogtok hallni. És fölültünk arra a bizonyos repülőre, előtte ugye mi mindenkit végighívtunk, akit megbántottunk. A Lajcsitól kezdve a Trütkon, a 600 ember fölhívtuk, hogy Lajos, bármi történik, ne haragudj. Ha lezuhanunk, ne haragudj. Tehát majd még akkor 9 óra után tartsunk egy ilyen nagy kollektív elnézést. Így van. Egy ilyen az emberek tudatára kiható kollektív elnézést. Ami egy ilyen virtuális felhőként itt lebeg majd Magyarország fölött, és bárki bedobálhatja az ő sérelmeit az irányunkba, és ezzel megsemmisül, megbocsát nekünk, mi is neki, mi is egymásnak, és tulajdonképpen tiszta lappal is. Isálják már a sírunkat. Azt lefogják. Ja. Ezért olyan beszéltem sokan meg a családommal, hogy engem hamvasztanak és urnába hazavisznek. Azt nem tudják lepisilni. Már megbeszéltem. Jó, de is a családot pisil le. Nem, igen, ott is lenne egy-két jelentkező. Egyébként úgy tervezzük, hogy pont ezért egy picit így előre gondolva a jövőre, ezért sárga márványból kértük a sírt. Ne látszódjon rajta. Jaj, gyerekek, hát nevetgélünk. Azt mondja, hogy Bali Janifer, épp megjött a telszámlám, benne 155 SMS, a feleségem sikít, hogy kivel SMS, ezek mondom, hogy nálatok akarok a nap hallgatója lenni. Hülye vagyok, nem hiszi el. Most is itt van az SMS-ed, mondd meg, hogy a Bali bemondta, 82-es a vége, mutasd meg a hanganyagot, itt van, tényleg megjött az SMS. Ez itt a Morning Show műsorvezető, Jakubcsek János, Jakubcsek Ferenc, Jakubcsek Balázs. Igen, van benne valami. Gyerekek, nem tudom, hogy nem a Jakubcsek interjú volt ennek, az egésznek a kiváltója. Tehát, komolyan mondom, nem tudom.
Na, azt mondja, hogy Nógráti tanár urat ne felejtsétek el felhívni, nyitva hagyott egy zárójelet. Igen, tényleg, nem zárt be. Nekem most már itt nem migránsozzon. Szeretem, nagyon kedvelem, de elég voltam, hogy mindenkit még rémizget, hogy jönnek a migráncsok. Mindenről mindig a migráncsok tehetnek. Szíriai műsorvezetők váltják a mikrofon mögött. Feladnám az utolsó kenetet, dicsértessék a tisztelendők. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Egyébként Zsoltnak üzenem a tortavárba, hagyd a francba. Már csomagolt szerintem, de jött volna ő is egyébként, meglátogatott minket utoljára. Kicsoda? Elbúcsúzunk Zsolt. A tortavárba. A tortavárba lehet. Sósat hozhatsz, ha rossz a gyomrom. Igen. A Gábor reggel azt mondta, ők hívnak titeket. Igen. Na, ha hívnak a Gáborék, akkor üzenjétek meg, hogy vagyunk nálunk, most hírek vannak, majd SMS-ezem a Gáborral, és utána nyugodtan hívhatnak egyébként. Mennyi idő alatt érünk át hozzájuk? Most már a dugóban lassú lenne. A francba. Most már lassú lenne. Tökélet volna átmenni. Egyébként fölszesz a metról, leszállsz és ott vagy. Egyikünk itt marad, a másik átmegy egy másik rádióba, onnan bejelentkezik ide. És mindenhol kopogtatunk, és sehol nem engednek be. Sziasztok! Juventus Rádió? Az más láger vagyunk, te nyökén. A program igazgató azt mondta, hogy nem. Figyelj, tőlünk most mindenhol nagyon félek szerintem. A Baliék csörögnek, ne vedd fel! Ne! Te Music FM-ben szerintem kihúzták a dugókat. Sziasztok, Maronyani recepciós... vagyok. Azt már kibutatja! A recepciós kislány, szerintem kész. Elment kávézni, és mellé tette a telefont, tehát oda mi nem jutunk be. Jó, mondjátok meg a Gáboréknak, hogy irántok meglétszik, akkor mi is keressük őket, és beszélgessünk még. Dumcsizunk itt, szeretjük őket, István Danit is. Mindenki nagyon jó arcok, nagyon kedveljük őket, jobban vagyunk. Hívjuk fel, elmenjünk hírezni, jó? Meséljen Gábor arról az időszakról, arról a hosszabb időszakról, amíg nem volt rá. Hogy mit kell csinálni? Igen, hogy mivel töltöttek ezzel, hogy mennyi idő alatt unja meg az ember a skandináv rejtvények fejtését, ilyesmi. Meg a igen, hát ezt akartuk megkérdezni a Lajostól is, remélem, hogy nem haragudott meg ránk nagyon, de ezt akartuk meg, hogy adjon már alternatívákat. Tessék? Majd lenyugszik. Imádjuk, szeretjük. Lajos, puszilom, én nagyon kedvellek. Simogasd még. Ja, ne. Komolyan, gyerekek. Ha nem bántodott meg, akkor most mitől bántodott meg? Így van. Nem, ki fog ő békül. Majd valami meg ilyen helyre lántja. Megnézi meg a tizedes és a többieket a tévében. Akármi volt. Jó, szuper. Szerencsé, hogy a Lajos a legalább nem egy helyen lakom. Benne leszünk a hírekbe, Ákos? Az enyémbe? Igen. Hát most sporthírekbe. Hát úgy hírek vagyunk. Nem sporthírek jönnek, úgyhogy legalább sporthírek. Hozzatok egy labdát. Jó, akkor legalább tenisz lesz. Tenisz nem lesz. Miért? Hogy miért? Hát tegnap például volt. Ja, volt. De most, hát világbajnokság zajlik, és az itt tornyosuló események miatt nem tudtam tegnap megnézni, hogy mit játszott a Gyoko, a Monfils, a mit tudom én. Nem tudtam teniszt nézni, érted? Hát nem, ez figyelj. Ha már én nem nézek tenisz, gyerekek, ott már nagy a baj. Egyébként tényleg, most csináltam egy olyan sportíreket, amiben olyan hírek vannak, amik szerinted miért van benne mindig tenisz? Hányadika van ma? Ránézek a Balira, hogy milyen kedve van, és akkor mindig beledobok. Legyen benne tenisz, legyen benne kevert harcművészetek, és felírtam, milyen sportot szeretnél. Én a disznófutatás. Ilyen troll híreket mindig neked ajánlom. Nem, van ilyen már. Na mondom, gyerekek, csak bemondhatod, hogy Dominic Thiem legyőzte Monfils-t, és Djokovic leverte Raonicot. Jó, ezt még ki tudom mondani, hála. Djokovic nyert Raonic ellen. London ATP világbajnokság döntő. Jó, ezt most el is mondtuk, remélem figyel. Jó, oké. És a UFC 205-ről némi információt szedjél már össze, és ezt meg igen. A kedvemért. És mennyi a dollár még futtatásra? Mennyi a dollár, mert vannak pozícióim, be kéne zárni őket, de még nem tudom, hogy esetleg erősödhetek. Na gyerekek, elmegyünk hírezni, Ákos elmondja a legfrissebbeket, jó? Aztán jövünk vissza, látjuk, hogy van, aki nagyon aggódik értünk, de leginkább mit mondórát játszana, nincsen az semmi baj. Aranyosak vagytok, írjatok nekünk, tényleg, hogy játszanátok, azért tudunk mi benneteket visszahívni. És hát nyerhettek akkor még ajándékcsomagot. Két ajándékcsomag van. De biztos, hogy nincs már több bögre, nem érted? Még egyszer kérdezni. Vagy sajnálom, hogy megszűntök, van egy bögrét. Igen. Na, úgyhogy nem könnyezitek, meg van már Béter. Gyerekek, 9 óra után. Jó, 9 óra után, ha tudtok, akkor hallgassatok. Hálgassatok bennünket, kedves gyerekek! 7 óra után vagyunk, pontosan 41 perccel. Gyerekek, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Élőben, tegnap esemény nem gondoltuk volna, de élőben, igaz, hogy a Morning Show-ök is elpusztíthatott a gyerekek. Tegnap még úgy volt, hogy nem kérnünk, aztán itt vagyunk. Hát ezt a hangulat van, kérem szépen, hívjuk mindjárt a Gabiékat, összekapcsolódunk, és aztán 9 után mondjuk, nincs már túl sok időnk. Nincs már túl sok időnk igazából hátra. Úgy néz ki. Fiesta hangulatot mire értetek? Nem tudom, bennem van egy ilyen. Jani,
felvette a gogó cuccát, a magas sarkuját, és illegeti-billegeti magát a tükör előtt. Úgyhogy összekapcsolódunk nem sokára Gáborékkal. Ez már egy hagyomány, ha ők szűnnek meg, ha mi szűnünk meg, ha nem szűnünk meg, ha nincsenek, ha a Neóból jönnek el, ha a Slágernak van vége, ha a Danubiusnak van vége. Hát ez egy hagyomány, gyerekek, hogy itt mindig minden rádiós mindenkivel összekapcsolódik. Ritkán beszélünk, de akkor van oka. Ritkán beszélünk, én azt gondolom, hogy ritkán beszélünk, de akkor van oka. Igen, úgyhogy nem sokára összekapcsoljuk. Szóljatok a Jánosnak, hogy 10-ig tart a munkaidő. Jó? Még. Most még jelen pillanatban. Tudom, aztán... hogy nem úgy tudta még tegnap, de igen, ma már... Tudom, hogy már ezt ő elengedte, hiszen tegnap már azt gondolta, nem kell bejönni, de hogy ma még élő adásban vagyunk. M3-os vezető Dugó Maca, köszi, hogy elküldted nekünk. Aztán Lajos érdekes posztokat tett ki a Facebookra, én nem nagyon tudom értelmezni, megnézzük és reagálunk rá természetesen. Aztán hírek vannak a műzikon közben, kapjuk az infót. Jó, hát a vége a híreknek, akkor összekapcsolódunk. Bali, nagyon köszönöm a bolcs gondolataidat, a sok nevetést a rádiónak, mikor voltak nehéz időszakaim, kellettek a reggelben. Tudom, hogy lesztek, ezt kívánom, imádunk benneteket, puci nektek. Jaj, tényleg akartam mondani, hiszen aztán már nem tudom, ne felejtsétek el, gyertek át péntek este. Ez az. Jó? Azért ezt még... Ja, csak a könyv megjelenésről beszéltél már? A könyv megjelenésről. Bio Gabinak könyve van, gyerekek, elmentes övezettel, keressétek Bio Gabinál. Így van, Balázs arcával a címlapon. Balázs arcával a címlapon, igen. Bocsiéknál 48-kor tudunk lenni, adjuk le az infót, kiváló nekünk a 48. NASA keresi mírül áramást, összekapcsolódás T-5 perc. Jó nekünk egyébként, abszolút. De jó. Zene kötelező, most mennek hírekre, jó. Oké. Azt mondja, hogy mit fogtok elmondani, 9-kor hallgassatok bennünket. Egyébként csináltunk egy élőt is, szerintem érdemes lenne, mert ez egy olyan élő lesz, úgyhogy gyertek akkor élőben. Jó, lesz egy élő Facebook bejelentkezés. Dobjuk meg azt a 267-et, nyomjuk meg a 280-ra, na! Ja. Mi van? Rászoktunk meg most már, érted, ha megcsináltuk ezt az egész média hacket, hogy legyen meg a 238-ról a 267, akkor most már csináljunk egy élő bejelentkezést. Élőben leszünk 9 óra után a Facebookon is, jó? Tudtok bennünket nézni. Na, gyerekek, hallom, látom az eseményeket, nagyjából gondolom, hogy mit fogtok mondani 9 óra után, drukkolunk, szeretünk benneteket, reméljük, hogy folytatjátok, az egész család nagyon drukkol. 9 órára már be kéne mennem, de itt ülök az autóban, körözök, a feleségem inforádiót hallgat, ezért az autóban megyek körbe-körbe, és megvárom 10-ig. Igen. Úgy látom, írta is SMS-t. Igen, Lajos vagyok, ha kapok bögrét, jövök. Kaptuk SMS-ben. Ha megszűnik a műsor, akkor van egy eladó autórádióm. Távvezérlős panaszkodik, ára több millió hallgató, írja nekünk valaki. Na, hát köszönjük szépen, nagyon SMS-ek jönnek, nagyon drágák vagytok, mi is nagyon szeretünk benneteket, és örülünk, hogy ennyien itt vagytok. Itt vagytok velünk. Ketyeg az óra, gyerekek, ketyeg az óra, igazából. Nagyon, nagyon, nagyon csúnyán ketyeg. Lajos, valamit kitett a Facebook oldalára, akkor azt megnézzük, hát, jó? Hát ez ilyen értelmezhetetlen teljességgel, én rámentem a dologra. Én szerintem tudom, mi volt a Lajossal, ugye tegnap mi meghívtuk, aztán nekünk azt mondták, hogy nem kell bejönnünk, és utána mi az összes vendéget lemondtuk, és lehet, hogy Lajos ezen egy kicsit berágott, talán nem is tudja, hogy miért mondtuk le, igazából szerintem ez lehet. Mit írt? A profik megérzik, ha egy történet visszafordíthatatlan, és úgy működik, hogy ha nem pattansz a hátára, akkor soha nem jutsz olyan messzire, mintha időben felpattantál volna a hátára. Na, ezért szeretem a Lajos. Száguldás, életre szóló élmény, és a történés intarziák szabályos mintákká alakulnak, akkor sínre kerültél, és a székben nyugodtan hátra dőlhetsz. Tetszik érteni? Gyerekek, ez az, hogy Iking, Müller Péter, jó könyv. Lehet, hogy dobott, és a 43-as jel jött ki neki. Ezért az elszakadás, vagy nem tudom. Ilyen, pontosan, mint a másodfok egyenletek voltak számomra, annak idején hetekig gondolkodom rajta, hogy vajon mi a fenet lett. Az építkezést is leállítom, ha kell 9 után, Norbi küldte nekünk, drága, vagy 9 óra után. Figyeljetek, gyerekek, kell most még lesz játék, lesz egy-két utolsó ajándékcsomag, lesz mindenki, kell, igen, ne állj le, bármit építesz, ha stadiont építesz, pláne ne állj le. Akkor abban nagyon nagy baj lesz, úgyhogy inkább építkezz, és próbálj bennünket. Igen, gondolj, 300 ember, aki majd elmegy. próbálj bennünket közben élőben. Demcsák Zsuzsi is írt nekünk, üzentem nektek, Demcsák Zsuzsa, tudod, igen? Az a jó nő a tévében. Gyerekek, ma nagyon csinos a Zsuzsi. A mokkában feketét vett föl, valószínű érzett valami. Köszönjük a szolidaritást. A mokkában üzelt élőben, hogy velünk van. Jaj, köszönjük. De aranyos. Nagyon, puszi. Nagyon szépen. Nagyon és a következő megszállásban Jani kedvéért leveszem a melltartót. Na, ez nem igen. Volt benne? Ó, Istenem, hát bárcsak ilyen szabad televízió lenne ez. De most miért a végére már a Jani csak kérhet egyet? Most ne nézzen ide senki, csak a Jani. Csak mondom, gyerekek, csak mondom, hogy nagyon, 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 igen. Nagyon csinos ma reggel a Zsuzsi. Igen? Én imádom a csipkét. Irány a Róna utca!
Ez áthallásos. Ez áthallásos. Nagyon áthallásos. Csak ennyit emelnének ki a honlapi kérdésre. Jani üvöltözött élő adásban, a Morning Show utolsó adásában, irány a Róna utca. Jézus Atya úristen, itt minden mondatnak fontos jelentősége van, János. Szóval akartam mondani, imádom a Csipkét. Na, én nekem az a gyengém. Az a gyengém. Jól is áll neked. Igen, hát most tényleg, hát mit csináljak, hordom, basszus, de hát ez van. Nem, tényleg, Zsuzsit nézzétek meg, ez a felső, ez egy kis combfix. Fú. Hú, amikor felveszem azt a combfixet, de jól mutatok. Zsuzsi, imádnám, hogy a Csipkét lenne a fogsejmem. De igen. Na, gyerekek, úristen, hát itt vannak a Gáborik, itt vannak, kapcsoljuk őket, hát mi meg itt jópofáskodunk, én nem is láttam. Hello, jó reggelt, Music FM. Pontosan 2 perccel, és egy picit átírta az aktualitás a műsorrendünket, és semmi baj, mi kb. 9 felé szerettük volna Balázsékat felhívni, annál is inkább, mert hát nyilván ők péntekig voltak hivatottak élő műsort csinálni a Klassz FM földsugárzású frekvenciáin, és tegnap ugye egymást érték utol a hírek, miszerint nem mehetnek dolgozni, aztán mégis mehetnek dolgozni, ők is kerestek most bennünket, és most tudunk ebben a pillanatban összekapcsolódni a Klassz FM-ből. Itt van a vonal végén. Jó reggelt! Hello, Music FM! Sziasztok! Hello! Dani, Gabi, sziasztok! Mindenkinek puszi, ciao. Hát ez már tulajdonképpen történelem, mindig összekapcsolódunk, amikor vagy veletek van valami, vagy velünk van valami, akkor mindig nagyon összekapcsolódunk. De ez olyan szomorú, komolyan mondom. Tehát pontos, hogy mindig ilyen alkalom akkor, én még pontosan emlékszem a Sláger Rádió és Danubius összekapcsolódásom. Na, Balázs, kérdezhetek, vagy mondod te? Nem, ő szeretne kérdezni, csak annyit, hogy mikor viszik el a szelektívet, Gábor, mert valójában csak ezért annyira hiányoltam volna. Egy annyi volt, csak mondom. Na kérdezi, persze, abszolút, figyelünk. Ezt a kis krampusz pötköd a válladról azért néha. Jó kis krampusz, jó kis krampusz, szeretjük. Abszolút, nem, abszolút. Nem, tényleg tudni akarom, vagy szeretném, hogy itt mi történt tegnap este. Nyilvánvalóan azt már mindenki tudja, hogy kaptatok egy levelet, nem kell másnap bejönni, majd volt egy olyan tájékoztatás a rádió részéről, mi szerinte a televíziózás, a televíziós munkád miatt most már pihenőre szorult, ezt cápoltad egy videóüzenetben, majd éjjel valamikor fej volt a vezérigazgat, hogy mégis gyertek be. Nagyjából mi itt tartunk az információkkal, most ez azt jelenti, hogy péntekig lesztek, vagy ugye a rádió meghirdette ezt a digitális folytatást, esetleg még tovább is. Figyelj, minden ezzel kapcsolatos dolgot mi 9 után fogunk elmondani, nem azért, mert nem vagytok fontosak, csak 9 óra után. Nekünk lesz majd egy nagy bejelentésünk. Figyelj, ami történt, az valóban így van. Nagy bejelentés, de olyan nagy bejelentés, hogy még nekem is érdemes hallgatnom? Neked mindig érdemes hallgatnod, Gábor, egy csomót tanulhatsz. Ezt az iskolát azt én alapítottam, amiben te jár. Ez valóban így van, aztán kinőttük ezt a sulit. De nem sokára átnevezik, Gábor. Na, szóval, ami történt, valóban így van, tehát igazából mi is csak sodrodunk az eseményekkel, fura volt, tegnap kaptunk egy levelet, egy hivatalos levelet, ugye, hogy nem kell bejönnünk, és best of lesz a következő néhány napban. Mondtam, hogy oké, ezzel semmi baj, ha rádió így döntött, akkor legyen best of, és nézzük meg, hogy utána mi történik. Majd aztán fokozta a dolgokat, hogy megjelent egy sajtóközlemény, amikor is az én számba adtak olyan szavakat, mondatokat, amelyek egyszerűen nem volt igaz, és próbálták úgy föltüntetni, mintha én önszántamból döntöttem volna úgy, hogy nem akarok bevenni a rádióba, mert a tévé szerepléseimre koncentrálok. Igen, ez nem igaz, nem mondtam ilyet, nem kérdeztek meg a sajtóközleményt, nem tudtam a sajtóközleményről, nem szólaltam meg ebben. Tulajdonképpen ebből kifolyólag engem senki meg nem kérdezett, én is nagy szeretettel olvastam a saját soraimat, és ha nem én mondtam volna, el is hittem volna, hogy ez így van. Ez nem igaz. Tehát ilyen dolog nem történt. De egyébként most nyilvánvalóan lehetett tudni azt, hogy közeleg az, hogy az analóg földi sugárzású adásnak előbb-utóbb végre, tehát konkrét dátuma van végre a Klassz FM-en. Te nem ültél a vezetőséggel tárgyalni, hogy nekem vannak már kérőim, tudom, hogy december 31-ig szól a szerződésem, de ebből szeretnék előszabadulni. Nem volt ilyen párbeszéd? De nagyon sok párbeszéd volt, és többféle értelmezése van annak, hogy a szerződés az meddig szól. Igazából azt gondoljuk, hogy november 19-ig egyébként, hiszen elveszti a rádió az analóg földfelszíni sugárzását. Jelen pillanatban online megy tovább, ami egy teljesen más formátum. De ez egy értelmezésbeli különbség, hogy máshogy gondolkodunk a rádióról. Természetesen jeleztük, hogy mi mit kívánunk csinálni, és mit nem kívánunk csinálni a jövőben, és elmondtuk, hogy drukkolunk a rádiónak, és szorítunk, hogy ez az online dolog, ez működjön. És aztán ugye... Értem, de én nem tudom, nyilván
a Klassz FM jelenlegi vezetéséből van, akit ismerek igen jól. De most mit tudom, hogy konkrét, nem tudom, hogy 9 után mit fogtok bejelenteni, de ugye lehet arról például hallani, hogy most itt némi sértegetés után azért mégiscsak összesmúzoltál Endivel, hogy a rádió egy, mint kérő, tehát ez egy konkrét dolog lenne, hogyha ezt mondjuk elmondtad, vagy elmondanád a vezetőségnek, és akkor erre ő mond valami választ. Tehát volt-e ilyen konkrét megbeszélés? Látom, hogy azért palérozott téged a Friderikusz, tehát ez, hogy péntekenként bejár oda, azért ez neked, ez neked azért egy komoly ugrás volt a kvalitásaidban. Mert igen, nem smúzoltam én az Endivel igazából, tehát erről szó nincs. Az, hogy mi az Endit megmarogatjuk, ugyanúgy megmarogatjuk Felcsút polgármesterét, ugyanúgy foglalkozunk közélettel, ezután is fogunk, és terveink szerint szerepel, hogy foglalkozzunk. Tehát erről... Jó, most én is csak marogatlak, tehát nem erről szólok. Persze, abszolút, tehát nyilván nézd, figyelj, tervek vannak, egy csomó minden, erről azért nem beszélhetünk, mert van egy viszonylag szigorú szerződésünk, és nyilván figyelünk arra, hogy ezt betartsuk. Tehát minden olyan dolgot, ami a folytatást illeti, mi akkor tudjuk elmondani, ha értelmezésünkben ennek a történetnek jelen pillanat vége van. Ami... Tehát még 9-kor sem tudod elmondani. Ezt 9-kor sem tudom elmondani, és igazából azért is nem, mert nincsen semmiféle olyan konkrétum. Tehát mi úgy készítünk műsort, hogy amíg a Klassz van, itt vagyunk. Ahogy szoktuk mondani, a Titanic hegedűseiként itt vagyunk. Tehát nem, igen, arról van szó, hogy nincs más szerződésünk, más rádióval, nem állapodtunk meg senkivel, tehát hogy semmilyen konkrétumot nem is tudunk bejelenteni. De akkor az, mit hogy... mondasz el 9-kor? Az, hogy... Ki volt ez a nagyon unott fura hangú fiú? Meginném a kávémat 8-kor el meg gittelni, mondjad már Bali, mert nagyon sietek. Danika, véletlenül se akarna feltartani, ne haragudjál. Nem tartalak. Ez Dani volt? Dani volt, igen. Dani megjött? Vagy miért van? Miért van ennyire unott hangot? Nem szeretem ezeket az összekapcsolódásokat nagyon. Dani az előbb mondta, hogy ő ki akar menni, hogy utálja ezeket az összekapcsolódásokat. Dani, hát ez egy újabb szakmai. Hogyne? Persze. Megígérjük, hogy mi is hívunk benneteket, ha ott vége lesz, jó? Ez egy mérföldkő az életedben. Figyelj, miket nagyon sokan kerestek, nyilván szó volt arról, hogy mi a Petőfire megyünk, nyilván szó volt arról, hogy a Rádió 1-re megyünk, nagyon sok minden van, nagyon tényleg igazából, de konkrétumok nincsenek. Tehát erről együtt tudom mondani. Most tök komolyan kérdezem, mert valóban az utóbbi időben azért nagyon sok közéleti témában megszólaltál, és ugye valahol olvastam is máskor is ezt az idézetet már tőled, hogy te csak akkor vagy és tudsz, vagy hajlandó elmenni egy másik rádióba dolgozni, hogyha téged politikailag nem befolyásolnak, hogyha bármit kimondhat, elmondhat, foglalkozhat azzal, amivel akarsz, tehát semmilyen módon tartalmilag rád nyomást nem gyakorolnak. Van egyáltalán még ilyen rádió az országban? Hát nézd, én azt gondolom, hogy mi is úgy működtünk itt egyébként, hogy nem volt nyomás, én azt gondolom, hogy ti is úgy működtök, én szerintem vannak ilyen rádiók, és lehetnek ilyen rádiók, ez egy műsorkészítői dolog, hogy te hogy szerződsz valahova, és mit jelentesz ki. Ha te kijelented azt, volna hogy... Volna erre fogadókészség, ezekre a paraméterekre, amit te nézd, ha nincs fogadókészség, nem baj, akkor nem rádiózunk. Tehát... De te még el leszel, de mi lesz a Janival meg a Ferivel? Hát valahogy nem Gábor, mi lesz veled, mert már nincs nyugdíj. De mit csináltál, úgy tudom, Gábor? Hogy nekitek is nem sokára lejár egyébként. De mit csináltál, amikor nem rádióztál egyébként? Arról olyan keveset lehetett akkor olvasni, hogy otthon vagy a kislányoddal. Az egy nehéz időszak nyilván. Az egy nagyon nehéz időszak. Hát én nagyon sok mindent, tehát konkrétan el tudom mondani, ugye 2 évig nem rádióztam, és durván az első másfél évben mindig voltak projektek. Ezek a projektek többnyire nem sikerültek, tehát ezekből is baromi. De jó arc vagy, hogy ezt így bevállalod. Igen, ez jó. Abszolút, persze. Tehát gondoljatok bele, hogy csináltam egy könyvet, mondjuk az nagyon vicces lett, de próbálkoztunk egy újsággal, valaki rábeszélt arról, csináljuk meg, mert a brand az ér valamit. Totál zátony volt. Próbáltunk a Lajossal valamiféle applikációban gondolkoztunk, az se jött be. Csak a Lajos nem értette a szót. Nem így, ezt az ötletet ő hozta. A lényeg az, hogy egy másfél évig elfoglaltam magam, tényleg napi szinten volt dolgom, gyakorlatilag feleslegesen, ugyanakkor tapasztalatszerzésnek jó volt. Az utolsó fél év volt már olyan, hogy tényleg nem találtam a helyem. Szóval az egy igen kellemetlen, de én kívánom nektek, hogy ne legyen 2 év. Nem lesz probléma. Gábor, akár hiszed, akár nem, azért mi másból is éltünk már, nem csak rádiózásban, meg tévézésből is. Én azért cipeltem mást, és nem csak Louis Vuitton táskákat. Jó! Tudom, csak nem tudom, hogy egymásért jó tizet nekem.
Jó, akkor tudjuk, hogy minden esetre újságot nem lehet kérni. Szóval visszatérve a kérdésre, de én azt gondolom, hogy igen. Tehát arra van igény, és ha nálunk, vagy a valamelyik rádiónál arra van igény, hogy nem szólhatnak bele, hogy szabadon kimondhatunk bármit, hogy beszélhetünk, foglalkozhatunk közélettel, politikával nem, de közélettel igen, akkor megyünk, ha azt mondják, hogy gyerekek, itt diktatúra van, és ez itt nem fér bele, akkor nem rádiózunk. Mi nem úgy akarunk rádiózni, hogy mindenáron, mi úgy akarunk rádiózni, hogy maga a műsorkészítői szabadság az megmaradjon. Az ilyen típusú szelepeknek az országra szerintem szükség van. Szükség van rátok, hogy kimondtok dolgokat, ránk, hogy foglalkoztok az egészségügyel, a stadionépítésekkel, a sok fölöslegesen elköltött milliárddal, miközben ez mehet értelmesebb dologra, ezeket ki kell mondani. Ha tudunk így műsort készíteni, hogy ezt ezután is kimondhatjuk, akkor fogunk. Ha nem, akkor igen, nem rádiózunk. Ez ilyen egyszerű. Teljesen igazad van, és teljesen egyetértek. Csak ezeket a dolgokat, amiket éppen most felsoroltál, ezeket ma már ellenzékinek skatujázzák be. Magyarán, ugye milyen rádió marad most, amely mondjuk országos, vagy közelországos, amely nem úgy értelmezi ezeket a témákat, amiket te felsoroltál, mint hogy ellenzéki témák. Holott egyébként ezek teljesen normális közélet. Nézd, az nem az ellenzék hibája, ha egyébként a jelenlegi vezető hatalomban van egy olyan paranoia, hogyha te kimondasz valamit, akkor te biztos ellenzéki vagy, meg nem vagy velünk. Nem, a fékek egyensúlyok rendszere működni kell, és működnie kell ennek a dolognak. Igenis ki kell mondani egy rádióműsornak. Ezeket a témákat, amit politikai témaként értelmezik, hanem közéleti így témaként. Van. Ha az ember fosik és nem meri kimondani, akkor ne rádiózzunk. Nem lehet. Jelenleg, tehát én most nyilván együtt érzek veled, az empátiám hatalmas, de tényleg egyébként. Nem, most komolyan. De hát az utak, amelyek esetleg nyílhatnak előtted, azok nem biztos, hogy ezt így értelmezik, ahogy te. Az utak, amik nyílnak előttünk, ha nem így értelmezik, akkor azt mondják, hogy fiúk, ez nem fér bele. Az utak, amik nyílnak, akkor úgy értelmezik, hogy srácok, igen, ti kelletek, és ezt kimondhatjátok. Nem az a baj, hogy nem mondhatod ki, vagy nem engedik. Az a baj, hogy az emberekben öncenzúra indult el, hogy nem merik kimondani, nehogy baj legyen. Na ezt a kussolást és ezt a fajta nagy kollektív hazugságot kell abba hagyni, és igenis merni kimondani, hogy mit gondolsz bizonyos dolgokról. Ettől te nem ellenzéki vagy, nem liberális vagy, csak nem értesz egyet bizonyos dolgokkal. Ha hagynak bennünket így műsort készíteni, fogunk műsort készíteni. Ha el akarnak bennünket hallgattatni, akkor azt mondjuk, a gyerekek, nem találkozik az értékrend, és akkor nem megyünk hozzátok, mert más szellemben készítünk egy sokkal szabadabb műsort. Aki bennünket átvesz, az tudja, hogy mi mit hozunk, vagy mi mit képviselünk. Ha azt mondja, kell, megyünk, ha azt mondja, nem kell, nem megyünk, kompromisszumot nem kötünk, kussolni nem fogunk csak azért, hogy fizetésünk legyen. Mert ezért voltam 2 évig szabadságon. Igen, hát szerintem ez az egészséges. És nekem, neked, és mindenkinek, aki egyébként az emberekhez szól, és nyilvánossága van, igenis bátran ki kell állni, és el kell mondani azt, hogy neked mi a véleményed az országban tartó folyó dolgokról. Ha csöndbe vagy, ha egzisztenciális félelmek vezérelnek, és van egy nagy kollektív hazugság, az nem viszi előrébb az országot. Úgyhogy mi ennek a szellemi? Mit az őt idézni? Hát figyelj, Sándor, nem. A Sándorunk. Jó egyébként, hogy a Balázs tanult filirikusztól, te meg fizetted a közös vacsorákat. Ja, látod, hogy mégis terik a nyugdíjamból. Figyelj, Gábor, egy dolgot ígér meg, hogyha azt veszed majd észre, és felismersz majd, hogy valamelyik ilyen autópucaváló ilyen kis vállalkozásban én polírozom a mergádat, akkor zsíros jatot adsz majd. Jó? Nem csak jatot, beülhet az autóm, és használhatod a fűtést. Nem jó. Megnyugatod a kormányfűtést. Ne legyél ilyen lelkű. Az én bőrülésem egy erotikus élmény. Igen. Ahol az Andi szokott ülni, nyilván, de a tiéd inkább csak pusszagú. Majd megmutatom az ülés előttetés gombot, hogy azt is használod. Jó, most milyen nap van ma? Szerda, ugye? A szerda van, szerda, 9-kor valami nagyot bejelentettek. Nem lesz nagy, a hallgatóink szempontjából fontos, Gábor, de azt gondolom, hogy nincs egy bejelentés, azért nagyjából már lehet tudni, hogy mit fogunk mondani igazából. Hogy... De azért hallgassatok, hát ha az a hír, hogy megyünk a musicra. Nehogy aztán holnap bekopogtassunk, hogy élő szerződésünk van. Balázs, azért emlékezz arra, most már 8-szor van, emlékezz arra, hogy egyszer volt, most már elárulhatom, egyszer volt egy olyan tervünk, emlékszel, amikor bokártoztunk, volt egy olyan tervünk, hogy egyik reggel meglepetésszerűen senkinek nem szólunk, te megjelensz itt, és fogad Dani, Gabi, Gyuri, stb. Igen, ez volt a terv. És én megjelenek a Klassznál, és majd jól meglepődik Jani és Feri. Igen, igen. Csak mi nem jelentünk volna be. De hát mit kezdtél volna egy igazán kreatistában? Nem, az volt a baj, hogy ez egyébként miattam nem valósult meg, mert azt tudtam, hogy te itt nagyjá válsz, de azon gondolkoztam, hogy mi a fingot fogok én nálatok csinálni. Oh, ellettél volna, Balázs, ellettél volna. Mert azt tudtam, hogy a Gabit nagyját tesszük itt a Jani meg a Feri, de na, mit csináltam volna én a másik oldalon? De nem, imádunk, szeretünk benneteket, egyébként nem is tudom, mi nem jött össze. Nyilván miattam. Figyeljetek, puszilunk benneteket, nagyon drágák vagytok, hogy számítok ránk időt. Mi lesz péntekig? Na most nagy bejelentés,
és akkor most jön csütörtök és péntek. Tehát akkor még nem. Tehát miért mostanra dramaturgizáltátok oda azt a nagy bejelentést? Gábor, a tök őszinte vagyok, igazából valószínűleg ez a mai az utolsó adásunk. Nem már? De. Nagyjából ezt egyébként lehetett sejteni. Nézd, ami mi keresztül mentünk tegnap, ennek igazából így már azért nem sok értelme van. Miért játsszuk el mi két napig, hogy milyen jó minden is, vidámkodjunk? Ezt a lehetőséget megkaptuk, ma megjelenhet megint bármi, ma lehet megint egy sajtóközlemény, este megint dönthetnek úgy, hogy ne jöjjünk be. Én azt gondolom, hogy ha most lehetőségünk van elköszönni, és itt vagyunk, és el tudjuk mondani a hallgatóknak, amit gondolunk a helyzetről, és el tudunk tőlük úgy köszönni, hogy erre vágytunk, akkor ezt meg kell ragadni. Tesszük mindezt azért, mert tegnap olyan dolgokon mentünk át önhibánkon kívül, amire senki nem számított, hazugsággal vádoltak meg, majdnem kirúgtak, azt mondták, hogy ne jöjjünk be. Ezek után ki tudja, hogy mi lesz holnap? Nem tudjuk. Ezért mi ma elköszönünk. Lajos is lemondta, úgyhogy teljesen kétségek között lehet. Hallom, de miért mondta le? Azt nem tudjuk. Éresemő szerintem meghívtuk tegnap, aztán nem tudta, mi történt velünk este, és ma reggel lemondtuk, vagy tegnap este, és talált, hogy kicsit berágott. Úgyhogy igazából nagy bejelentés, csak Balázs, ha itt ülünk a mikrofon mögött, akkor mi elköszönünk 9 után. Köszönjük szépen, hogy összetudtunk kapcsolódni. Egyet tudok mondani, abszolút érzem, amit most éreztek. Én kétszer mentem ezen keresztül, ez egy borzalmas dolog, attól függetlenül, hogy most milyen gyorsan fogtok tudni újra rádiózni. Tényleg hiányozni fogtok a palettáról, és remélem, hogy minél előbb és minél hamarabb visszakerültek. Jó, de a szeretőd mikor viszik el? Nem értettem a humoros embereket. Nem értettem a humoros embereket. Gábor, soha nem szabadulsz tőlünk, ezt ne feledd. Mindig csak reménykedsz, hogy megszabadulsz. Mit mondott a Jani, tényleg nem értettem. Te a szelektíve humorizált, hogy mikor viszik el, mert már van egy nagyobb csomó a házad előtt. Drágák vagytok, nagyon szépen köszönjük. Oké, köszönjük szépen, minden jót nektek, kitartás. A Bonisónak, Balázsnak, Janinak és Erinek. A Daniba nyomjál egy koffeint azért, valamit, mert ez az unottság és ez a rezignáltság azért ez nem ellenünk fordul, ez maga ellen fog fordulni. Sziasztok! Köszönjük szépen a Music FM-nek! Ciao, sziasztok! Sziasztok! Na a gyerekek, hát tulajdonképpen akkor itt kerülgettük a dolgot, de így van. Úgyhogy úgy jöttünk be ma reggel, hogy igazából tényleg nem tudjuk, hogy lesz-e adás, mit engednek meg, mit nem engednek meg. De az se jó, ha az emberrel a bolondját járatják, és az se jó, ha a szájába adnak nyilatkozatokat. Most itt van a lehetőség, ha csak nem vezetnek ki minket, nem tudom, megtörténhet, hogy fölállítanak és elvisznek. Nem, tényleg nem tudjuk. Hogy akkor viszont legyen ez az utolsó, itt van ez a lehetőség, és köszönjünk el mindenkitől. Nem úgy, hogy most akkor jaj, mi lesz, meg évek, meg semmilyen, nincs benne, és nem is kell se dudálni. Tehát ez egyáltalán nem erről szól. De hát ha most itt vagyunk, és mikrofon mögött ülünk, akkor ez egy lehetőség arra, hogy elmondjuk, amit gondolunk, és úgy köszönjünk el, hogy mi szeretnénk, mert valóban nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. A legméltatlanabb része volt az a dolognak tegnap, azon kívül, hogy a hazugsággal gyanúsítottak, és egy csomó minden ilyesmi elhangzott, hogy azt nem tudtuk csak mondani nektek, hogy hello, srácok, igen, köszönjük. Nekünk ez volt a legfontosabb. De most itt vagyunk, jönnek a hírek, drága hallgatók, jó? És aztán jövünk a hírek után. Pici reklámunk is van még? Elmenjünk reklámozni, hírezni, aztán jövünk vissza. Után vagyunk, pontosan 19 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Egy jó kis klubhimnusz, nem én voltam, nem baj, én neked könyveltem el, és ezáltal gyakorlatilag felmentést kaptam saját magamtól, azért, mert a következő szám viszont az enyém lesz. Úristen, nem, valahogy bármit megteszel. Bármit megteszel, már beleegyeztél, és ezzel meg is tettél bármit, gyakorlatilag az utolsó adás. 7 év után én azt gondolom, hogy ez jár nekem. Atya Isten, és mi lesz az? Semmi extra, tényleg. El tudod. Azt fogod mondani, hogy röfögnek? Röfögnek? A röfögést szerintem nem ígérem meg, de a pörgést azt egy picit igen.
Úristen, nem lesz egyébként. Azt fogod mondani, hogy hát ennél azért durvábbat is hozhattál volna. Mit szoktál mondani? Az obituárit szoktad mondani. Obituári ne, pantera. Na, például az obituárinál gyengébb. Igen. Na, drága hallgatók, 8 óra 20 perccel itt Budapesten az a helyzet, hogy gyönyörű szép nagy pelyhekben esik a hó. Ez a nagyon hó? Szép. Az egész romantikussá, szépé, és nem tudom, gyönyörűvé teszi. A hó esőtől mindig kicsit jobb lesz az ember, legalábbis nekem, hogy azt jelenti, hogy ki van bélelve a város, dombulnak a zajok, esik a hó, tudsz szánkozni a gyerekkel, hogy az aztán na. Elolvad, az nem jó, mi marad belőle, de ez most szép. Ilyenkor kell, hogy előjöjjön az ezoterikus éned. Igen. Mert hogy ebben tényleg a megtisztulást kell látnom. Ebben ott van. Jó, de előtte jég esett, és az viszont csúszik, csak szólok. Igen. Na, az ünneprontó. Na, megérkezett a műsorba az ártány zabáló. A szemét, a véres hurkák ízérém. Nem, csak én kint voltam, és nagyon finom apró jégréteg leterült ízére az udvarra, tehát esni kellni fogtok. De praktikusabban gondolkodom. De szép a hó. De gyönyörű a hóesés, így van. Gyönyörű a hóesés, gyerekek, gyönyörű a hóesés. Mi pedig itt vagyunk, és az utolsó morning show zajlik jelen pillanatban. Nem tudjuk, hogy mit hozna a holnap, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ha bennünket újra beengedtek mikrofon mögé, ami tegnap még úgy volt, hogy lehet, hogy nem lehetünk, és nem ülhetünk be, akkor viszont nem várunk tovább, mi elköszönünk, mert nem tudjuk tényleg, és teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mit engednek meg, és mit mégis nem is. Mégis volna. Mégsem, de mégis. Úgyhogy az utolsó, gyerekek, 8:30 lesz, pontosan 9 perc múlva, hát rengeteg SMS a falon, hihetetlen, sokan írnak nekünk az ország minden pontjából. Köszönjük szépen nektek, gyerekek, ezt az elmúlt 7 évet kitéptem az autórádiómat, még utoljára a kocsiból úgy szólt ez a zene. Volt az életemnek ez olyan szakasza, hogy sírva keltem minden hajnalban, veletek nevet folytathattam vinyogva. Köszönöm. Zsú küldte ezt nekünk. A zenem HH-ból. Ő értekünk, igen. Onnan. Bár csak onnan én állnak. Sok 100 000 kilométer veletek hajnalban, hóban, fagyban, napsütésben. Köszönöm, hogy napi gondokat kitöröltétek, egy időre visszavárunk benneteket. Hiányozni fogtok, fiúk, Júli pikáns rovata hozzászólásai még jobban fognak. Sorry, egy dedikált bögrével azért tudnátok befolyásolni. Léci, ezt már nincs mit adnunk, gyerekek. Egyébként tényleg nincs. Már a mit mond Dórának még adunk, meg azt ugye elfejtettük lejátszni, mindjárt lejátszunk. Meg van egy hármas ugrásunk, csak az íze véget, azt még lejátszuk, és tulajdonképpen ennyi. Tegnap én átcsorogtam elég sokáig a félig kifosztott promóciós szekrény előtt, illetve nem is félig, mert hogy gyakorlatilag már nem volt benne semmi olyan dolog, amit elküldhettem volna. Tegnap 4 borítékot adtam föl, ezek voltak az utolsó borítékok, illetve nem 4 kis borítékot, meg egy nagyobb bacska borítékot, és még maradt néhány dedikáló kártya, azokat most írtuk alá, Balázs éppen a kézjegyével látta el őket, még körülbelül 10 darab van, ezeket még nem tudom, kinek küldi, Janinak vannak ilyen kis magánbizniszei, még ide küld, oda küld, tudod, hallgatóknak nyilván, hallgatóknak. Van, figyelj, de 7 éve mindig az orrom alányom ezt írtál. Kinek küldöd? Nem fontos, csak küldöd. Ez mindig megkérdezem, hogy kinek küldöd. És mindig csak annyit tudok mondani, hogy egy hallgatónak, mert hogy tényleg erről van szó. Tudom, én tudom, hogy erről van szó. Küldik a hallgatók, és akkor így, hogy szeretne születésnapjára, szeretne névnapjára, vagy szeretne névnapjára egy-egy dedikáló kártyát kérni. Ezeket mindig így lelkiismeretesen megcsinálom, megcsinálhatom a srácokkal, aztán postára adjuk, elmennek, és akkor a hallgató örül neki. Higgyétek el, hogy nincsen benne semmilyen mutyi. Nincs benne semmilyen mutyi. Ezután elhisszük. Az elejéig még egy kicsit ingadoztam, de a másodiknál azt mondtam, ez a gyerek, ez nem mutyista. Tehát ez biztos. Hogy lennék már? Mutyi nélkül csinálja. Így van, így van. Igen. Na, aztán 34 éves vagyok, sírok, basszus, ne csináljátok. Gyerekek, a szívem szakad, megírja a szala. Gyerekek, higgyetek el, ezt tudom, hogy csak azért csináljátok, hogy ti legyetek az univerzum királyai, mert 2-1 van. Ennyi, gyerekek, nem megyünk tovább, hát nem tesszük föl. Hát nem gondoljátok, hogy ezt feltesszük, hogy az univerzum királyi vagyunk, és akkor itt még játszogatunk, és elveszítjük esetleg a fekete-fehér igényemet. Ugyan már. Egyébként csak mondom, hogy 9 óra után csinálunk egy élő bejelentkezést a Facebook oldalra. Hát most már ha maradok, persze, akkor most már csináljunk egy élő, gyerekek. Tegnap még aggódtunk, hogy meg lesz a 250, mindjárt 270. Ne, igen, hát tegnap 238-nál zártunk. Írtam a Tibire egyébként. Tegnap este SMS-t, amikor kiment a videó, felraktam a videót, amiben ugye reagáltunk a sajtóközleményre, és mondtam, hogy tudom, hogy te vagy a maestro. Nagyon nagy király, de azért vesz egy pillantást a számaimra. Nagyon jó fej volt, írt, hogy igen, hát ez most nagyon eszi az online közösség, ez most nagyon megy, nagyon megy. Ezért mondom, hoztam meg a videót. Igen. Szóval...
Szóval ez egy érdekes dolog. Rá ígérték, Tibi nem osztotta meg a videót, nem, de ő saját videóban reagált. Egy saját videót. Ez gyerekek, a Tibi egyébként profi Facebook felhasználó, igen, ő nem osztja meg az én oldalamat és a videót, hanem reagál a saját videójában arra, amit én elmondok. Hát ez mert az lájkot profi szerzett volna neked. Ő tulajdonképpen ezzel is veled volt. Ő nem így akart, van, hogy elérd a kettőt. Picit úgy érzem, konkurálunk, de... Aztán még megosztott két hírt a kedvenc hírportáljától. Igen. Na, ti vagytok a rendszer fecsegő poszátája, korábban is mentek, fogunk titeket hallgatni, tartsatok ki. Gyerekek, kitartunk, miattunk tényleg ne aggódjatok, mi dolgozunk egy csomó mindenem, meg reméljük, hogy nem fogunk sokáig hiányozni. Így van, mert minden, egyéb híreszteléstől függetlenül, és minden egyéb híresztelésnek ellentmondva, mi szeretünk, és szeretnénk is a továbbiakban is rádiózni. Így van. És műsort készíteni nektek. Hát ez a legfontosabb. Így van, és nagyon szeretnénk. Nagyobb baj, 271. 300. Csináljuk már meg ma a 300-at. Csináljuk már meg a 300-at. Én most komolyan mondom, hogy ünnepélyesen megkérnék minden egyes olyan kamu Facebook üzemeltetőt, aki úgy üzemeltet egy olyan oldalt, aminek az a neve, hogy Sebestyén Balázs oldala, Vadon János oldala, adott esetben Rákóczi Feri oldala, és semmi köze nincsen hozzánk, hogy egyszer is mindenkor a húzza már le, legyen szíves egy korrektségből te olyan oldalt, vagy menjen már le, jó budus. De hogy a baráti a végén. Nem így komolyan, van. Hogy léci, tegyétek már meg nekünk ezt a szívességet. Hogy tudod egy ilyenen felidegesíteni magad? Hát legyen, gyerekek, hát virágozzon minden virág. Hát van egy unofficial oldal, ő ezt kitalálta, üzemeltet, igaz, hogy lenyúl mindent, de ha megy és erre igény van, menjen. Sosem az oldal kitalálója a hibás. Mindig az a hibás, aki nem veszi észre, hogy rossz oldalon van. Érted? Uh-huh. Tehát ugye itt szerintem így kell gondolkozni. Persze, unofficial csinálni, de ő kírja, hogy unofficial. Aki azt mondja, hogy olvasom néhány is az unofficial, nagyon jól szórakozom, nagyon örülünk ennek a képnek, Bali, nagyon drukkolunk a rádióba, és nem veszi észre, hogy rossz oldalon van, hogy az nem az enyém. Hát akkor kiben van valójában a hiba? Aki igényt elégít ki, vagy aki megteremti, hogy igény legyen rá, vagy esetleg kiszolgálja az oldalt, és oda megy, nagyon jó az oldaladban. Melyik? Az unofficial. Igen, ez nem én vagyok. De ha nem lenne, akkor nem menne oda, érted? Ez igaz, hát legalább valamilyen szintű párbeszéd lenne, tehát hogy legalább egy e-mail váltás lenne, vagy egy telefon, vagy akármi. Hogy ennyi, srácok, meg szeretnénk ezt meg ezt az oldalt csinálni, és mi lenne, hogyha mondjuk beleegyeznétek? Így is megcsinálják, tehát hogy tudjuk, de hogy legalább a látszatot tartsuk már fent, hogy őket érdekli a mi véleményünk, a te véleményed, a tiéd vagy az enyém. Túl sok energiát teszel ebbe szerintem. Ehhez rövid az élet, én erre mindig azt mondtam. És vannak most igazán... csak a fekete listás SMS-eket olvasd. Vannak, vannak igazán fontos dolgok az életben, és valami kevésbé az. Ebben nem szabad energiát tenni. Nem szabad energiát tenni. Köszönjük az elmúlt évek reggeli szórakoztatást, a humort, a gyerekek. Várom a következő reggeli sót, Béci írta nekünk. Az utolsó szám legyen a The Doors. Majd kitaláljuk, mi lesz az utolsó. Van a tipp. A fekete listás feladótól érkezett SMS-eket, a legfrissebb ez. Jani, te meg vegyél le a tiltó listáról. Ő valamit sejt. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Levettem. Jó reggelt! Karolina, hello, ciao, jó reggelt! Hát el sem tudom képzelni, hogy milyenek lesznek a reggelek. Jaj, de cuki vagy! De aranyos, hát az élet megy tovább, hát szüntek már meg nálunk nagyobb dolgok azért, tudod? De helyes vagy. Honnan hívtál minket? Budapestről. De nagyon szerettem, amikor komoly dolgokról tudtatok beszélni. Nagyon rossz. Jaj, de cuki vagy. Tudod, hogy minden jobban van valami, vagy minden rosszban van valami jó? Ebben még nem tudom. De előbb-utóbb megtaláljuk. Édes vagy, figyelj, hát... Nagyon remélem. Reméljük. És tényleg veletek kérdettem egész 22-et hallgatóan. De cuki vagy, hát tudjuk. Ezért csináljuk igazából. Nekünk ez a cél, ti vagytok tényleg a legfontosabbak. Na mit szólnál egy utolsó játékhoz, csak egy kicsit jobb kedvel, hogy hát lesz egy ajándékcsomag még. Hm? Neked még jut, azt kell, hogy mondjam. Neked még jut. De jó lenne. Na. Szeretném megnyerni. Kinek? Kislányomnak. Kislányodnak. Na jó van, majd összehozunk. Mekkora a gyermek? 11 éves, suli? Na, suli, hülye kérdés. Nem, egyetem. Egy picit megcsúszod, még csak középső csoportos. Igen. Na, figyelj. Hogy hívják? Panni. Jó van, akkor Panninak megnyerjük azt, hogy van egy városunk, egy híres emberünk és egy tárgyunk. Tárgy. Legyen a tárgy. Mutatjuk, jó? Figyelj. Jó. Gyerekek, az utolsó. Nem. Bárhol leszünk, ha esetleg leszünk, nem tudjuk, ezt nem folytatjuk. Lesz. Na figyelj, mutatjuk. Tápal őlerőd kalba. Húha, nagyon nem hallottam semmit. Tápal ez az eleje, tápal. Tápal őlerőd kalba. Tápal őlerőd kalba. Szerintem adjuk meg neki, nyert. Aha. Tehát valamilyen lapát. Törlőlapát? Igen, mi van az autón?
ablaktörlőlapát. És milyen jó vagy? És ott vagy. És te milyen jó vagy? És ott vagy. Komolyan mondom, hát már majdnem lejárt az idő. Valaki közben csörgetett a portán, be akart jönni. Igen, két ugye, lehet, hogy értünk, jönnek a valtonosok. Sose lehet tudni, gyerekek. Én mindig balra nézek, mert a periférikus látásom, ha megjelenik egy biztonsági őr, az nem jelent jót. Az nem jelent jót. Egyelőre még rádiózhatunk, de sose tudjuk, mit hoz a következő perc. Igen, nagyon fura volt, kérdeztem az előbb az alatt, és azt látta, hogy Kubatov úr erre fele integet. Kicsit beszartam. Na, megvan az ajándékcsomag a lányzónak. Karola, megvan a csomag. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy nektek muszáj, hogy legyetek. Nélkületek nem indul a nap. De aranyos vagy, hát nagyon-nagyon jól esik. Reménykedjünk a legjobbakban. Jó? Hát mindenképpen, tehát ez így nem lehetne. Persze, valamit tenni kell, hogy legyetek. De reméljük. Lettünk volna mi még tovább is, csak hát a körülmények azért megnehezítik a dolgunkat, tudod? Így azért egy picit nehéz. Az embernek meg kell becsülni, hogy most itt a mikrofon, most mondjon egy gyorsan mindent. Ki tudja, mi lesz. Ki tudja, mi lenne holnap. Puszilunk! Háj, nagyon puszi. Köszönjük! Nagyon szeretnélek még hallgatni még újra. Drága vagy. Köszönjük, puszi! Ciao, hello. Mi újság, Áki? Milyen a buli kint a szerkesztőségben? Hogy vagyunk? Figyeljetek egy picit, tehát hogy azt, hogy ha Balázs egy picit zavarba érzi magát, azt egy dologból lehet lemérni, hogy az a helyzet nem, hogy olyan, Áki, és igen, hogy előrángat a fülénél fogva soha nem használt becenemeket. Mindig tudok meglepetést okozni. Egyébként nagyon kevés ember hív Áki. Mi van Áki? Mondj valamit Áki. Tényleg nagyon kevés ember. Anyukám nem, mert ő tudja, hogy utálom. Balázs meg lesz. Ennyi. Menj el tulajdonképpen. Egy nagy nélkül, amivel évek óta nem tartjátok a kapcsolatot, mert is szín rossz fej. És Balázs. Többször mondtad, hogy Bali ne hívj, de most gondoltam, hogy Áki jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza, mi is 8:30 volt egy perccel. Most. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:09 lesz pontosan, 4 perc múlva, drága hallgatók, itt vagyunk. Az utolsó Morning Show-ban vagyunk most még, mert hogy még tudunk beszélni, úgy néz ki jelen pillanatban, úgyhogy arra gondoltunk, hogy akkor mi ma elköszönünk tőletek, elmondjuk majd pontosan, hogy miért, ha valaki esetleg nem olvasott volna a sajtót, vagy nincs az online médiában, hogy nem olvas, akkor azért nem is tudja pontosan, hogy mi történt. Történt egy-két dolog velünk tegnap, és így viszont nehéz nekünk az, hogy egyet holnap lehetünk-e, engedik-e, hogy legyünk, kapkodjuk a fejünket, reagálunk egy csomó mindenre, ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy egyébként így van vége, nem így terveztük, szerettük volna ezt az egészet kitölteni, amíg lehet, de ami tegnap történt, az gondoljuk, nekünk semmiféle biztonságot nem ad arra, hogy valójában akár még egyszer mikrofon mögött érezhessük magunkat, most itt vagyunk, úgyhogy elköszönünk tőletek, ez a mai az utolsó. Rengeteg SMS-t, nagyon helyesek vagytok. Nagyon jó fejek vagytok. Tényleg nagyon aranyosak vagytok, rengeteg megható SMS-t olvasunk, hát elképesztő egyébként, mindig tudjuk, meg tudtuk, hogy szerettek bennünket, és sokan vagyunk, és sokan hallgattok, de hihetetlenül érzelmes SMS-ek jönnek. Még olyanoktól is egyébként, akik nem bántak velük kesztyűs kézzel az elmúlt években, tehát pár fekete listás is írt egyébként, hogy béküljünk. Én Misivel már ki is békültem, Zombi, B. Gábor, ti nem vagytok fekete listán, viszont aki azt írta továbbra is nekünk csak annyit, hogy takarodjatok, hát te továbbra is ott maradsz. Igen, kemény szívű ember vagyok, egyben rábad a szemem, hajrá, Klassz FM. Gratulál nektek, hogy ezt így végigviszitek, itt hallgatlak titeket az irodában, az összes kollégám hülyének néz, mi megy a telefonom, amiatt itt mosolygok. Remélem lesz még műsor. Ricsi Dél-Angliából. Balázs, köszönöm a kasszának, onnan mentem át a te oldaladra. Kedves Happy Endre, Boros Lajos és Harsányi Levente. Nagyon sajnálom a műsort, mindig hallgattam délutánonként. Kívánom, hogy hamar megtaláljátok a számításatokat. Amúgy tényleg kitartás. Hunyadákosnak és Zsűlnek is köszönjük az egész csapat, így egész egyébként. Bali mindig egy tahónak tartottalak, nyáróta kezdtelek el titeket hallgatni, azóta minden reggel ti voltatok a fülemben, kiderült, vannak önálló gondolataid, és gratulálok. Mi arra bőm, folytatás. Igen. Le a kalappal, srácok, ez az utolsó napot ilyen higgadtan jókedvűen végigcsinálni, miközben a félország könnyezik, hatalmas részek, bárhol lesztek, veletek leszünk. Köszönjük szépen. Csak így szabad. Nincs szó önsajnáltatásról, nincs szó dudálásról, semmiről. Mi már a Danubius sem így csináltuk, ezt sem így csinálunk. Nevetünk és hegedülünk, ahogy szoktuk mondani. Néha picit hamisan, de. Néha picit hamisan. Már az inkább furuljázás. Rohadt nagy jéghegy van. Egy rohadt nagy jéghegy van előttünk, gyerekek, de mi húzzuk azt a hegedűt, a jó segge már a víz alatt van. Igen, az előbb is kértem Balázsnak gyantát, hogy szívjuk el. Ő azt hitte, hogy a hegedű vonóra kell. Nem tudom, én már benne nagy a sikoltozás, de mi húzzuk, gyerekek, húzzuk. Majd csak lesz egy mentőcsónak nekünk is. Úgyhogy igen, hát tulajdonképpen így állunk jelen pillanatban.
Nagyon fogtok hiányozni, most a könnyem úgy pereg, mint elszakadt nyakláncról a gyöngyszeme. Kívánlak benneteket, milyen szépet írt Móni, köszönjük. Köszönjük szépen. Na, a helyzet az, hogy akkor játszunk majd még egyet, nem? Hát egy utolsó hármasugrást azért lejátszhatunk. Persze. Lejátszhatunk. Csak majd valamikor megmutatjuk, hogy... Fejből, mindenki egy kérdést mond. Az is jó. De okay, mondunk fejből, persze. Meg is vagyunk. Kap majd a hallgató fejből egy kérdést igazából, jó? Ha játszanátok még egy utolsót, már zenei tesztet se adunk, írjátok meg, hogy játszanátok, és akkor valakit visszahívunk. A Morning Show leges legutolsó ajándékcsomagja. Még a naphallgatója lehet valaki. Ott még adjuk, amíg van. Na, most jól kiherélted. Igen, fölhúztad, megérkeztem. Hogy ez fölhájpoltad, igen. És könnyű lesz, nem? Persze. Hogy hívták a Bismarck testvérhajóját? Másodkapitányának a fia. Igen. Vannak, meg nem született fia. Vannak hallgatók, akik csak a kézefogható dolgok érdekli őket. Oké, mi lesz a disznóvágás? Kérdezi János. Hát a disznóvágás az most jelen pillanatban elment. De ma már nem vágnánk vissza. Ebben az évben 10. Igen, de Feri minimum idén leül még egy 20-25 állatot, úgyhogy igazából neki ez meg lesz. Nekünk fog egy kicsit. Nekünk fog egy kicsit hiányozni. Hmm. Igen. Ez a kérdekes a helyzet egyébként, hogy a körbenézek, hogy mire van szükségem, mi kell innen, kell-e valami, közben nyilván nem, mert az irodában vannak nem a... monitort? Nézzem ezt a Dell monitort, hát azért tett majd a hónod alá, tesszük, hát azért nehogy máig maradjon, ki tudja, valahova csak elpasszoljuk. Igen, az informatikai múzeum a maximum. Jó, analóg kis kütyük voltak ezek, én szerettem ezt a kis pultocskát. Megszolgált ő bennünket, gyerekek, megszolgált. A kis szerkesztőinkben azért van néhány személyes. Tehát tegnap este pont Robival, a kábelessel, a szomszéddal beszélgettünk, hogy Robi a kábeles, a nagyon jó. Tudod, a Robi a kábeles, és akkor mondtam, hogy hát egy csomó minden bent van, a Balázsnak a díjai, mi, amit kaptunk, egy csomó ilyen emlék, mondom, van bent pár üveg, pia, hülye vagy, azonnal menj be érte. A piát ne hagyd, minden más nem számít, nehogy ott hagyjál, normális. Most tudod, még az utolsó turnén kaptunk, meg mit, te most Liza hozott bort, azt behagytuk, hülye vagy, azonnal induljunk. És ha a hajver valahol még pár méter koax, azt is hozt el, mert... Még az is jó lett bármire. Hát igen, nekem is össze kell fakulni, mert én utálok összepakolni. Egyébként, de hát muszáj lesz, mert engedtek. Anna, te jössz. Igen, ha értitek, mire gondolok, utálok összepakolni. Utálok, mondom még egyszer. Itt van a Juli is. Juli, gyere be egy mondatra, gyere. Mégiscsak gyerekek, Juliska. Hello, jó reggel. Sziasztok, srácok. Kint Annával már pakolunk. Pakoltok? Aha, szedjük le a képeket. Mondani akartam, hogy az nem a ti kabátotok. Igen. Mondom, ez nem a mi irodánk, nem a mi kabátotok. Igen, az nem a te asztalod. Már pakolok. Tessék? Pakolok. Pakolsz? Igen. Jó. Az emlékeinket, jó. A díjaitokat. Lehetőleg csak minden második dolgot dobd ki az asztalomról. Amiről te azt gondolod, szemét, az nekem szerződés. Nem, asztalodhoz nem nyúlok. Én azt egy életre megtanultam, én az nem nyúlok. Egyszer tettem rendet, 7 évvel ezelőtt egy kósza őszi napon. Igen. Én azt gondolom, többet nem. Egy hétig depressziós voltam, mert nem találtam semmit. Na, Anna, hogy szúrtál így ki velem, hogy rendet tettél az asztalomon? Nem volt meg semmi. Az emlékeiteket teszem össze. Az emlékeinket. Pakolgassatok, persze. Az nagyon, nagyon kicsit fontos. Kicsit forros emlékek, ahogy látom, de nem baj az. Régen nem nyúltunk már hozzá. Hát igen. Fontos, minden fontosabbat szedjünk le. Malacpersely. Hát azt mondja, pont kifosztották a malacpersely, tehát abban már nagyon semmi nincs. Képzeljétek, hogy ki akartam dobni, mert hogy mondom, már össze-vissza volt törve, aztán a Celluxal próbáltam meg egy picit helyrehozni a dolgot, ki akartam dobni, és Anna rárepült rögtön, hogy azt ne dobjuk ki, mert hogy az annyira kedves a számára. Igen, mert itt állt az asztalon, nem tudom, 5 éven át, és oké, hogy már kicsit repett. Ki mit visz, tessék, kinek mi fontos, ki mit visz, a borokat. Te a bort, oké. Jani, nekem van te a joghurtetőket a szelektívbe? Hát egy össze van gyűjtve. Mondtam, hogy mindenképpen jöjjön be, mert el kell vinni a joghurtetőket a szelektívbe. Azt még el fogjuk vinni. Van még bent egy magyar néphadsereges kanálgépen, van még bent egy régi Tutti Frutti magazinom, egy fogkefém, fogkrémem. Ami kell az élethez. Gyertek, ilyesmi. Gyerekek. Meg az a 30 darab bögre, amit még megmentettem, is fel akarok dobni a vaterát. Ki kell húzni a szűkösebb napokat. És te mit viszel? Minden, amit ti nem visztek el. De azt nagy én viszem. Csomag lesz. Az emléket. Én nem szeretek nagyon tárgyakhoz ragaszkodni, és nem is tudok. Én azt szeretném, hogy majd valahol ezeket újra pakoljuk be, ha lesz valami közös hely, bízunk a folytatásban, akkor ezeket pakoljuk be, de én nem vinném haza. Tehát én rólam azért azt gondolják, hogy egy elég gomán pali vagyok, de nem utálnám a sztori díjaimat a könyvespolcomon. Úgyhogy én itt hagyok mindent. Elviszek néhány szerződést, aztán az még kell talán. De valami egyébként én szeretném ezt így az egész közösbe betolni. Tehát, hogy így nagyon nem ragaszkodom most a tárgyakhoz. Néztem, meg ott van
például egy ilyen 180 kilós fémpatkó, amit még a vágta idején kaptunk, emlékeztek rá? Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag most, ami az irodában van, amíg az a hét... elvinni. Ja, jó veszik át. Béres Alexandrának a hullabb karikája is. Igen, hát ezt ide jó, hogy bemondtad, basz. Béres Alexandrának a hullabb karikája? Úristen. Igen. Nekem ma még a növény elküldte a könyvét, gyerekek. Azt hitte, hogy szegénykém, ő még naivan arra bazírozott, hogy ez majd szóba jön. De mondom akkor. Dobozoljam? De együk be azt is dobozba, igen, persze. Ha már könyvet jelenteném be egyébként, majd mondanám el újra, hogy Bio Gabinak és nekem közös könyvünk van, keresétek a könyvesboltokban. De köszönöm, milyen jó, János. Egy 280-as Facebook oldalon, ott már nyomhatod is. Egy bárki tudom mondani, igen. 9 óra után élő bejelentkezés, csak mondjuk élőben itt a Facebookon. Így van. Csinálunk egy kör. Egy utolsó élő bejelentkezés. Gyertek Facebookra. Gyertek Facebookra. A szóvonövényeket nagyon sajnálom, megmondom őszintén, mert azokat kb. Akkor fogják majd meglocsolni, hányszor volt programigazgatók hozzájött az irodaszerekhez az irodában. Tényleg írd már az asztalára a porba, hogy kap be. Én egy csomó mindent akarok még 9 után mondani, úgyhogy majd itt kijegyzetelem magamnak, hogy ne felejtsek el senkit, meg semmit. Jó. Egy szolgálati közlemény, hogy valakinek van tartozása a büfében, az menjen már. Én majd gyerekek, tegnap volt 6500 forintom volt. Tartozásod volt? Abból 3000-et én írattam rá. Rendezem a soraimat. Én megéreztem tegnap, bementem, mondtam, figyeljetek, bármi lehet, akkor még nem tudtuk, hogy ez a mai nap ilyen macerás lesz. És Bakker Jani, tegnap mondtad, hogy ár. Igen. Hogy küldik a csomagot péntekre. Igen, már szóltam neki adásba szegény Zsoltinak, hogy ne jöjjön. Bizony. Kaptunk volna egy nagyobb pak süteményt. Oh, és mondtam a Janinak, hogy ne péntekre, hívja ide csütörtökre, az a tuti. Az is késő. Tényleg ezt mondta, hogy minél korábban jöjjön az a biztos. Szegény, igen. Hát én nagyon sajnálom, hát ez ilyen. A pénteki tiramiszukat a büfében. Meg azok a kezek, azok az ügyes kezek, amiket a tiramiszukat csinálták. Hmm. Nyámi. Mármint a tiramiszura. Ja. Hát lesz azért rengeteg élményünk. Tehát, hogy az a puttonyunk, amikor az élményeink vannak, kellemes élmények, az is tele lesz, meg azok is tele lesznek, azok a puttonyok. Gyerekek, olyan helyes, jönnek a kollégák, szépen szállingozik mindenki, egy-egy viccent és egy-egy fejcsóválás. Ide jutottunk. Aztán nem nevezünk meg senkit, mert nem kompromitálunk senkit, csak jönnek a kollégák egyenként, mindenki egy ilyen kis pillantást azért így vet ránk, mert 9 ugye... 9 után még elköszönünk, vagy most kezdünk el? Nem, 9 után még nagyon sok mindent akarok mondani. Persze. Még csak most kezdtem el igazán felhúzni magam. Most kezdek berendülni. Nem, abszolút nem. Mert utána menjünk vissza. 9 után elköszönünk, persze, meg elmondjuk, hogy mi vezetett idáig. Feltételezzük azért azt, hogy nem mindenki tudta a tegnapi nap eseményeit, nem érti a mait, és azt gondolta, hogy talán pénteken történik meg néhány mondatban. Azért azt én elmondanám, hogy jutottunk idáig, hogy azért ez így mindenkinek tiszta legyen. Na, drága hallgatók, csak még egy-két SMS. Nem hiszem el, hogy egyetlen egy ronda szót se írok az SMS-be, és még ezt se tudjátok beolvasni. Hát akkor szűnjetek meg, ez így nem úgy. Köszönjük nektek ezt a 7 évet, az utolsó 3 évben Ausztriából hallgattunk benneteket, ma van a 34. szülőnapom, remélem, hogy valahol újra hallunk benneteket, ezt Magdus küldte nekünk. Minden reggel veletek indult a napom, köszi, hogy szebbé tettétek, ahogy tudjátok, gyertek vissza. Puszi mindenkinek, drágák vagytok, köszönjük szépen. Ne legyen így vége, nagyon szeretünk titeket, csak úgy, mert szeretlek, így egy hallgató. Hát valahogy vége kell lenni, nem? Most van ez a mondás nagy közhelyé, hogy minden rosszul ér véget, egyébként nem lenne vége, nem? Hát egyébként tartana, szóval, hogy valamiért ennek vége kell lenni, de a gyerekek erre azért már így nagyjából készülni lehetett. Úgyhogy... Tudtam, hogy előhúz még valami konzum bölcsességet. Mindennek egyszer vége van, értsétek már, hogy mit töltök itt, mire hülyék. Mit is olvastam a 365 évi bölcsességet? Jó, hát gyerekek. Mindig be tudok dobni valamit. Jó, de szoktál jókat is. Ez egy kedvenc filmemben volt egyébként, azért mondtam. Ez egy kedvenc filmemben volt. Az érkezésben? Nem, ez már távozásban. Megvan az eolost az SMS, amit tegnap. Olvastam, gyerekek, olvastam. Egy ilyen szép filmről, ilyen csúnya dolgot kitenni. Én elmondtam, hogy beszéltem az Érkezés című filmről, ami szerintem az év legjobb skifije. Hogy nézzétek meg, és hogy szerintem miről szól, és hogy miért fontos lenne ezt a filmet talán megérteni, és más szemmel nézni, és nem az ufókokról, és nem arról, hogy... És egy hosszú értekezés volt, hogy ez milyen jó film. Erre jött Laci, a mi műsorunk szerkesztője, és kirakta a Facebookra. Az Utazó című filmnek a trailer. Ennyire él együtt a műsorra. Ezért szeretjük. Mert kirakta, hogy sírtam rajta. Balázs nagyon sokat beszélt erről a filmről, ezért kirakom. Az Utazók. Így aztán van. Egy Johnny Depp, Angelina Jolie vagy valami ultrafos. Tudja, tehát semmi köz a két filmnek egymást. Az imádtam, mert hogy ugye minket az a vált szokott érni Balázs részéről, sokszor, hogy itt ülünk üveges tekintetel, miközben egy litániákat mesél egy általa nagyon kedvelt filmről. Ebben van igazság, de az, hogy valaki még nálunk is jobban elmegy a téma mellett, azt csodálatos, hogy tegnap megláttam, sírtam a rögést, rögtön küldtem át neki SMS-t.
SMS-be. Igen. Mondom, hogy ezt nem fogod nem el. Is tudtam rá mit írni. Nem is tudtam rá mit írni. Gondoltam, közel 20 percig beszéltem erről a filmről, mert szerintem egy szép film. Vagy érdemes elgondolkozni a mondandóján, hogy van-e esélyünk bármilyen közös dologra, erre Laci kirakta. Laci elgondolkodott rajta. Én imádom őt ezért. De őt ezért szeretjük. A Laci ilyen fontos pontja volt ő is a műsornak, és sokat tett hozzá az a gyerekek. Most már gyűri velünk ő is pár éve. Nagyon. És sok minden ötletet, témát, megvalósított dolgot köszönhetünk neki is, Vikinek is. De hát ezeket majd úgyis elmondjuk. Na, azt írja, hogy hallgatom, ne nyáljátok már, toljatok inkább egy Prodigy-t. Gyerekek, nem tudunk Prodigy-t tolni. A Jánosnak megengedtem, hogy egy dal tegyen be. Én előre elnézést kérek mindenkitől, valahogy éljük túl. Jánosnak én azt gondolom, ennyi jár, mert szeretni annyit fogját. Kapott a rockzene, meg annyit kapott az ő stílus, amit képvisel, és annyiszor lehetett DJ-t is retrolap, hogy egyszer ezt meg kellett engednem, muszáj Nagy Brunónak lennem. Szűkülő ánusszal várom azt a dalt, gyerekek, mert testament nem várok túl sok jót. Az egész életem erről szól, ilyen 5-7-10 éveket húzok le mindenféle rádióknál, csak azért, hogy egy-egy testamentet letolhassak. Így van. 9 óra után, gyerekek, arra gondoljatok, amikor hallgatjátok, hogy minden nap ezt hallgatja. Töménytelen mennyiség. Mi lehet az ő lelkében? Hogy van még mindig ilyen jó állapotban? 9 óra után élőben vagyunk a Facebookon, ha már lud legyen kövér, élőben jelentkezés. Gyerekek, úgyhogy de nincs más. Nincs más megoldásunk igazából. Mutassuk meg az utolsó fél órát, 3-4 órát élőben. Aki tartja majd a telefont, az egy hosszú tartás lesz. Nem tudom, Zsülci, te leszel-e, vagy jön majd a Laci, de élőben közvetítünk. Azt a nagyon jó fej volt írt már most. Osztom az élőtöket, hiányozni fogtok, tök jó arc egyébként. És hát folyamatosan jönnek az események régi kollégáktól is, de majd erről később. Jó, hát ha esetleg a Zsülnek más dolga akad és beérkezik, addig Ádám, majd megkérjük, hogy ott tartsa a telefon. Jaj, gyerekek. A wunderschön és szuper szexi megszűnését is nehezen viseltem. Most meg ez nincs igazság. A nagyok elmennek. Gyerekek, a nagyok elmennek előbb-utóbb, semmi nem tart örök. Jó kis wunderschön és szuper szexi. Azt a díszletet sose bocsátom meg magamnak, hogy azt engedtem. Megvan még valahol? Remélem elégették. A műsorra nem volt baj. A végére összeállt, de azt a díszletet semmelyikünknek nem tudom megbocsátani, aki abban benne volt. És azt a díszletet elfogadta. Komolyan mondom, nem. Igen, azt mondták, hogy srácok, ezt nem fogjátok elérni, és beöntük is, tényleg nem így tudják. És igazuk volt. Igen. Na jól van, oké, akkor elmegyünk egy picit reklámozni, csak hogy ne csúszunk meg az utolsó órára, aztán hírek, aztán jön valami, hát így van, a Testament zenekar Brotherhood of the Snake című vadonatúj albumáról a Stronghold című statementjével. Ők vannak. Hogy a fenébe, figyelj felé, tehát hogy ők elpusztíthatatlanak, Chuck Billy az Isten. Igen, hiányozni fogtok, köcsögök, jött egy ilyen SMS, köszönjük szépen, mi is nagyon szeretünk, de aranyos vagy, belefér, stikába írom az SMS, mert elózni nem lehet, imádlak benneteket, írt a Timike. Adok majd én egy utolsó dalt a Polgár Peti után, jó? Még eszembe jutott valami, van egy jó dal. Nem haragszotok, hogy színházi előadásról szeretnék beszélni. Édes jó Istenem, legalább az utolsó napon ne. A szövegre kell figyelni. A szövegre. Figyeljetek a szövegre, jó lesz. Már ne játszottuk egyszer egyébként. Sota Irén, Nem, a Pál utcai fiúkból, a miénk a grund. Az ja, egy... már azt hittem megint a Last Christmas-t akarod lesz. Tudod, hogy imádok lassúzni magammal. Tudod, hogy a kedvenc időtöltésem, ha lassúzhatok saját magammal, a karácsonyfa mellett. Sokat vagy mi legyen a Last Christmas, majd valami jó kis Frankie Gustú Hollywood. Gyerekek, megnéztem a Pál utcai fiúkat a Vígben, Geszti D és Marton, és hát szenzációs darab. Nagyon jó benne a vígesek, meg mindenki. És van benne egy dal, aminek a szövege baromi jó, azt nagyon jól megírta a Geszti, nagyon jól megírta a D, és nagyon ideillik. Már csak azért is, hogy mit mond a szövege, és mit hallasz bele. Szerintem azt is meghallgathatjuk. Nem kell, hogy utolsó legyen, utána még kifújhatjuk a szakmaórát egy hónapetivel, vagy hónaprekivel. Tehát az simán szép, ilyen romantikus. Rágnak itt, rágnak, de köp ki, anyám. Igen. Ez az. Na látod? Na, ezért járok én színházba, hogy ilyet halljak. Csak a kultúra. Csak a kultúra. Darab, ilyen szövegek lennének. Ja, Istenem, komolyan mondom, ez terápiás jellege, jó ez a röhögés, tök jó így csinálni, hogy röhögünk. Kicsit komolyan keserű, mondom. Tessék? Kicsit keserű, de röhög. Ja, egész annyira jó, komolyan, és annyira jó, hogy ez megadatott. Semmi sem szent. Ott fogsz állni a temetésemen, te elmondhatod majd az utolsó szöveget is, nyugi. Meked megengedem, hogy mondjál. Az nem baj, az a baj, hogy rá is fog húgyozni a sírodra az utolsó. Az biztos. De tényleg. Igen. Bármelyikünk megy el előbb, a másik ott lesz a temetésén, és szórakoztatni fogja a jelenlévőket. És ezt az utolsó pesgőt, Balázs tisztelt, jaj, bocs, Viki. Ha már megtörténik, gyerekek, legyen vidám. Na, nincs nagyon más választásunk. 2 perc van, pontosan 9 óra, Ákos jön a hírekkel, élőben jelentkezés 9 óra után, az utolsó morning sorról, úgyhogy kövessetek bennünket Facebookon, itt vagyunk mindjárt. Hölgyeim és uraim,
szöveget becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Fú, gyerekek, ez nem volt könnyű, de végigcsináltuk, böcsülettel, ahogy szokták mondani. Nem, dehogy kevertem le, nyúltam a pulthoz. Ennyit nem kapok meg. Kézzed, ment a testem, hogy Jani mondta, nekünk. Megjöttek a tortával, Jani kíváncsi, abba próbálom, és már rá is indítottam a dzsingot. Figyelj, kettő és fél lement belőle. János, ez egy, tehát egy soha érte? Többet nem hozok ide semmit. Már az ennyi, ez biztos. Hát ide nem. Igen. De másik helyre sem. Érdem, kettő felet engedtünk. Én azt hittem, egy fokkal szoftosabbat hozol. Tehát, hogy mindegy, szóval érted. Érted, amit mondanom kell, hogy azért itt mi tömegeknek szólunk, de nagy, a lényeg lement. Szóltunk, így van. De a lényeg lement, hidd el, 30-40 másodperc volt belőle. Jó, az már csak van, még egy végehörgés lett volna, gondolom. Nem? Azt kérdezik, hogy ebben kellett figyelni a szöveget? Én mondtam, hogy figyeljétek, ez már tényleg a végig. Gyakrabban kellett volna Janinak zenét adni. Írja egy másik hallgató. Na, elindult az élünk? Elindul az élő adás, ugye? Tehát akkor már Facebookozunk keményen. 9 óra után 13 perccel elindulunk. És két streamünk is van, a másik stream az nem tudom. Egy videó készül, egy pedig megy a morning show-ra. De miért osztjuk meg a streamet? Hát nem streamféltékeny vagyok. Ez az, ne add oda magad. Miért csinálunk egy streamet? Ha már fölhúztuk. Hát akkor már az én oldalamra gyertek. Na, 9 óra után 13 perccel, ugye elmondtuk, hogy igazából úgy döntöttünk, hogy ez az utolsó. És ennek számos oka van, el is tudjuk mondani alapjában, hogy mi történt, hát ha azok, akik ugye bennünket hallgatnak, nyilván nem mindenki tudja. Hogy hol a Zsülci? Szeretem, hogy itt ül mellettem. Olyan biztonságot eszik? Ad, ugye? Eszik? Vagy mit nem, csinál? Szerintem máshol. Menti, ami mentett. Szóval tegnap igazából kaptunk egy levelet. János még nem tette túl magát, hogy leúztam a tesztamentet, félkor már megérkezik adásba. Tehát neki most még kell negyed óra, de adunk neki időt, hogy én ezt a bűnt elkövette belenne, hogy leúztam. Nem baj, nem ez az első, sem is az utolsó. Hát ilyen lesz még. Igen. Jó, kapott azért a DJ Oti is, gyerekek, tőletek. Legyünk őszinték, azért ezt tegyük helyre. Szóval mit kapott a DJ Oti? Három vagy négy alkalmat, amikor 4 órán keresztül csak azt hallgattuk. A jelzőket mellette azért, gyerekek, azt én megkaptam. Na, szóval, mi az a fontosabb dolgokra. Igen, mi ahhoz képest, hogy lehúzott tesztament. Szóval, hogy kaptunk tegnap egy levelet a cég jogi képviselőjétől, amin az állt, hogy ma már ne jöjjünk be, mert hogy best of lesz. És azt mondtam, hogy rendben, ezt mi tudomásul vesszük, csúnya a vége, és szerettünk volna elköszönni, de megértjük a rádió vezetőségét, hogy így döntöttek, szerintünk nem a megfelelő út, és lehet, hogy nem így kellett volna, de úgy kommunikálnak, ahogy szeretnék. Ezzel nem is lett volna semmi baj. Aztán megjelent ugye egy közlemény, amit azóta már töröltek, a Klassz FM oldaláról már nincs ott ez a közlemény, amin azt állítják, hogy azért, vagy azt állította a rádió, hogy azért nincs morning show, mert én egyébként a TV szerepléseimre szeretnék koncentrálni, és ezért best of van. Kvázi az egészet úgy feltüntetve, mintha mi nem akarnánk már rádiózni, és mi nem akarnánk elköszönni a hallgatóktól. Ez hazugság, ez nem így volt, én ilyet nem mondtam. Ezt elmondtuk ma reggel a sajtóba is, hogy az, hogyha úgy döntenek, hogy best of van, ezt el tudjuk fogadni, és legyen így, ez az ő döntésük, de az, hogy hazugságokat adjanak a szánkba, és egész egyszerűen úgy menedzseljék a végét ennek a dolognak, mert hogy az analógnak jelen pillanatban vége van, hogy minket tesznek felelőssé, és azt mondják, hogy mi nem akarunk, vagy én nem akarok bejönni, ez nettó hazugság. Ez nem így van. De nem akarunk saradobálni, és nem erről van szó. Én akkor ugye kiadtam egy Facebook videó posztot, ahol elmondtam, hogy ez nem így van, majd este 10 órakor megengedték nekünk, fölhívott a vezérigazgató, aki egyébként nagyon normálisan próbálja ezt az egész ügymenetet lemenedzselni, nyilván van egy tulajdonos is, és nincs könnyű helyzetben, és fölhívott, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy mégis ma bejöhetünk adásba. Viszont úgy jöttünk ma be, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, úgy jöttünk ma be, hogy nem tudtuk igazából, hogy valójában meddig engednek bennünket műsort készíteni, most már gyanítjuk, hogy a végéig maradhatunk, valószínű. És közben a fiúkkal, Janival, Ferivel stábban megbeszéltük, hogy azért az utolsó, mert nem tudjuk, hogy mi történik ma délután, nem tudjuk, hogy megint milyen közlemény jön ki, nem akarunk semmiféle olyan dologba belemenni, ami méltatlan ehhez a rádióhoz, és méltatlan a sárdobáláshoz, és egyáltalán ez az egészhez, hanem lezárjuk
csináljuk, ha tudjuk, és ha a vezetőség volt ennyire gáláns vagy nagyvonalú, vagy csak megbánták, amit tettek, mert rájöttek, hogy nem így kellene elköszönni, és minket mikrofon mögé engedtek, akkor mi most elköszönünk. Ezért ez az utolsó. Egyébként ugye az analóg véget ér szombat este. A rádió azt hangoztatja, hogy nekünk december 31-ig van szerződésünk. Én a szerződéssel kapcsolatban sok mindent nem tudok elmondani, nem is akarok, annyit azonban megjegyezhetek, hogy nem december 31-ig van szerződés a műsornak, hanem addig, amíg van érvényes analóg földfelszíni sugárzás. Országos rádiós frekvenciára. És nem igaz, hogy december 31-ig van szerződésünk. Én nem tudok már hétfőn, és mi nem tudunk hétfőn bejönni, hogy analóg földfelszíni országosan sugározzunk, a szerződés abban a pillanatban tulajdonképpen semmisé válik, ha a média szolgáltató ugye elveszíti az engedélyét. Ennyit erről, ennyit el lehet mondani, mert közben valótlanságok hangzanak el rólunk, hogy nekünk december 31-ig van szerződésünk, hogy nem mondtak olyat, hogy nekünk nem kell bejönni. A közleményt közben törölték, mi védekezünk. Azért mondjuk el, hogy ti tudjátok, hogy ez a dolog miről szól. Ezért úgy döntöttünk, hogy ez ma az utolsó. Elköszönünk mindenkitől, elköszönünk tőletek, és mert nem tudjuk tényleg, hogy van-e lehetőség. Még abban az vagy esetben is szerintem így döntöttünk volna, ha most valaki aláír egy papírt, hogy 3 napig mi még bejöhetünk, akkor csak képzeljétek el azt a helyzetet, hogy holnap bejövünk itt reggel, és akkor megpróbálunk egy szokásos morning show-t csinálni témákkal, mindennel egyetemben. Az is nem milyen lett volna, hogy akkor holnap egyébként az van, hogy olvastátok-e ezt a hírt, hogy... Hogy nyilván nem tudjuk ugyanúgy megcsinálni. Igen, tehát nekünk, az se lett volna jó. Igen, nekünk ez most egy nagy lehetőség, hogy el tudunk tőletek köszönni. Örülünk, hogy a rádió végül is meggondolta magát, és este 3-4-11-kor én kaptam egy telefont, hogy bejöhetünk. De mivel nem tudjuk tényleg, hogy holnap mi lesz, vagy mi lenne, vagy mit mondanának, vagy mi lenne az újabb kommunikáció, ezért mi elköszönünk. Hogy ez most milyen vég, vagy ennek hogy van vége, vagy ez hogy menedzselik, ez megítélés kérdése, mi ezt nem akarjuk megítélni. Mi az biztos, hogy baromi hálásak vagyunk ennek ellenére a rádiónak. Nagyon sok szép évet töltöttünk itt, és maga a műsor az nem létezne rádió nélkül. És nem létezne, és nem létezett volna a Klassz FM nélkül. Ez egy olyan dolog, hogy kell a műsor, de kell a rádió is. Nem mi csináltuk ezt meg, ezt együtt csináltuk meg a rádióval, a Klassz FM-mel, tehát mi egyébként hálával gondolunk erre az egészre, annak ellenére, hogy nagyon csúnya és nagyon, nagyon ormótlan a vége, és nagyon rosszul esett tegnap ez, hogy az egészet úgy próbálják feltüntetni, hogy egyébként mi nem akarunk rádiózni, mert a tévé szerepléseinkre akarunk koncentrálni, vagy akarok. Szóval... Mondjatok ti is nyugodtan valamit igazából, ez biztos, hogy az utolsó. Most nagyon csúnya, nagyon magyar a vége sajnos, de hát tulajdonképpen megszoktuk, hogy semminek nincsen soha szépen vége igazából, de mi tényleg úgy őrizzük meg ezt a rádiót és a rádió vezetőségét, és mindenkit majd azért itt megemlítünk, hogy egy nagyon komoly szakmai gárda és egy nagyon komoly kvalitású csapat jött úgy össze, hogy ezt a rádiót azzá tegye, ami lett tulajdonképpen. És ami fontos, hogy ez nem rólunk szól, vagy nem csak rólunk. Ez szól olyan emberekről, akik lehet, hogy jövő héten utcára kerülnek, ez szólnak a kollégákról, akik nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Ez szól egy csomó családos emberről, akinek tulajdonképpen elvették a lehetőségét, hogy dolgozzam. Legkevésbé sem azt akarjuk, hogy ez csak rólunk szóljon. Mi velük vagyunk, mi együtt szolidaritunk, és igazából mindenkinek nagyon sok szerencsét kívánunk. Itt nagyon sok műsorvezető van, nagyon sok itt dolgozó háttérember, akik tényleg lehet, hogy ha úgy döntenek, hogy online folytatják, vagy nem folytatják, az utcára is kerülhetnek akár. Úgyhogy ez a történet, ez róluk is szól igazából. Nem csak rólunk, és nem is akarjuk ezt csak magunkénak tudni. Minden egyes ember benne van az elmúlt 7 év sikerébe, és sajnálatos módon benne van ebben a végében is, ami tényleg nem jól sikerült. Egy marketing szempontból, ha nézed ezt a tegnapi napot, akkor azt gondolom, hogy a tulajdonosunk, és ennyit meg engedjetek meg nekem, a világ legnagyobb ballépését húzta ezzel a dologgal, és megértem a vezetőséget, hogy megpróbálták menteni a dolgot, hogy mi még ma bejöhessünk, és ezt köszönjük szépen. De hogy tényleg a 7 év minden egyes olyan pillanata fantasztikus volt, amit közösen éltünk. Igen. Én most így föltettem magamnak a kérdést, ha valaki bedobja azt, hogy mi az az egy, amit meg kell említsél a 7 évből, akkor így hülyén állnék, hogy mit mondjak a repülésünket, nem a merülést, nagyon vagy sok minden amikor volt. Segítettünk, amikor házat építettünk veletek hallgatókkal közösen, nem is lehet elmondani. Annyira gazdag, annyira sokszínű volt az elmúlt 7 év, hogy az másnak egy egész ember öltőre is sok lenne, amit mi megéltünk. Tényleg nagyon jó volt. Abszolút, persze, baromi nehéz, de nagyon kellett az, hogy ez a rádió így működjön. Kellett egy olyan vezérigazgató, ugye, akit úgy hívnak azért, hogy Turi Árpi, nem szabad elfelejteni,
pár hónappal ezelőtt kirúgták. Kellettek hozzá azok az emberek egyébként, a salesről, a promócióról, azok a háttéremberek, akik tényleg nagyjá tették ezt az egészet. És hát nem beszélve rólatok, drága hallgatók, akik hihetetlen lojalitással tettetek tanúbizonyságot, és voltatok itt velünk, és vagytok itt velünk az utolsó percekben, pillanatokban. Ezt köszönjük, tudjuk, hogy ezt ki kell érdemelni, de azt nem szabad elfelejteni, egy nagy-nagy stáb dolgozott azért ezen, hogy 7 éven keresztül ez így szóljon. És rettenetesen sajnálom, mert baromi jó stáb. Szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy tényleg mindenki, aki itt dolgozott, aki ennek a történetnek részese volt, műsorvezető, DJ, technikus, hírszerkesztő, sales promóció, a legeslegjobbak. És nélkülük egyébként mi sem tartanánk itt, és a műsor sem tartana itt, úgyhogy nem tudjuk, hogy ők hol folytatják, nem tudjuk, hogy kivel mi lesz. Nyilván a rádió megy tovább online, vannak, akik maradnak. Mi egy nagyon nagy kalappal tudunk kívánni a rádiónak, és azt kívánjuk a tegnapi nap ellenére is egyébként, hogy sikereket kívánunk nekik. Mi ugye úgy döntöttünk, hogy nem megyünk velük online tovább. Más terveink vannak, és azt gondoljuk, hogy ennek majd eljön az ideje, de jelen pillanatban még nincs meg ez a fajta technikai feltétel, de nagyon nagy sikereket és nagy kalappal kívánunk a rádió mostani vezetőségének, akik maradnak, mindenkinek, és kívánjuk, hogy ez egy sikeres dolog legyen, és drukkolunk nekik, és amiben tudjuk, nyilván támogatjuk őket, és pozitívan állunk ahhoz, hogy nekik ez a dolog menjen. Reméljük, hogy a vezetőség is úgy dönt, hogy talán egy fokkal pozitívabban áll hozzánk. Úgyhogy bennünk nincs harag, bennünk béke van, és mi úgy szeretnénk elválni, hogy köszönjük a rádiónak, és nagy kalappal nekik. Hallgassátok őket online, kövessétek a Klaszt. Egy baromi jó rádióról van szó, és nagyon sokan azon dolgoznak, hogy a dolog folytatódhasson. Úgyhogy ezt mindenképpen adjatok nekik egy esélyt, tévével, rádióval, online streamen keresztül. A rádió itt van, a rádió folytatódik, a rádió nem szűnik meg, a rádió megy tovább, annak ellenére, hogy lekapcsolják az analógot, annak ellenére online azért folytatódunk. Úgyhogy, és folytatódik a rádió. Úgyhogy szerintem mindenképpen hallgassátok. Mi nagyon drukkolunk a rádiónak, és sok sikert kívánunk nekik, hogy ez a dolog sikeres legyen. Úttörők ebben, nagy lehetőség. Számos oka van, amiért mi úgy döntöttünk, hogy nem, de nagyon drukkolunk tényleg. János? De mindent elmondhatok. Én nem szeretek búcsúzkodni, nem is tudok búcsúzkodni. Én azt gondolom, hogy mi most felfüggesztünk egy nagyon rövid időre valamit, amit utána később folytatni fogunk. Ezen vagyunk. Én azt mondom, azt üzenem minden egyes hallgatónak, hogy azt a műsort hallgassa azon a rádión, ahol a lehető legjobbat kapja az ő igényeinek megfelelően, azokat hallgassa, akiket szeret, akiket meg nem, azokat meg nyilván nem. Én nagyon sok kellemes pillanatra emlékszem ebből az elmúlt időszakból. Voltak fájó pillanatok is. Azt gondolom, hogy én nem vagyok az a balerina a típus, akiről mondjuk pár nappal ezelőtt Balázs beszélt itt az adásban. Én nem tudok igazából jól fogalmazni, mert túlságosan őszinte vagyok ahhoz, hogy keserű pillanatokat belecsomagoljak valamilyen édes mázba ahhoz, hogy könnyebben le lehessen nyelni. Szerintem aki inkorrekt, az inkorrekt, aki korrekt, az korrekt. Én azzal az inkorrektséggel állok az inkorrektekhez, akik ahogy hozzám állnak, és a korrektséget tudom csak adni azoknak, akik velem szemben is korrektek voltak. És mind a kettőből kaptam itt a rádiónál bőven, de nagyon-nagyon jó szívvel gondolok egy csomó emberre itt vissza, és nagyon-nagyon szurkolok azoknak, akik itt maradnak, és egyelőre lehetőségük vagy esélyük nincsen arra, hogy máshol folytassák. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Mindenki azt kapja, amit kaphat az alapján, amit nekünk adott. De hát ez így jó, abszolút, ja. Persze. Nagyon fontos, csak hogy Tibinek meg tudjuk üzenni, hányan vagyunk az élőn, csak hogy dobjak rá egy esemény. Jó, hogy azt azért majd írjatok egy számot, hogy 23 000. Bocsánat, ez egy új rekord a hazai Facebookozás történetében. Csak a tiéden, mert mi hozzászámoltad a Morning Show-t együtt, azon mennyi? Nem mondjátok, hogy megosztjuk a streamet, gyerekek. Hát ez komolyan mondom, hogy egy profi stáb vagyunk. Hát megosztunk egy olyan streamet, amivel egyébként lehetne 30 000 is, mert hogy a Morning Show-n is megy élőbe, meg az én oldalon. Jó, is a Morning Show-ról mindenki menjen át az official sebestén, Balázsra menjeteket, menjeteket. Ha meghallja, hogy 35 000 voltak az élő. Nyilván egyébként nem verseny. Tibi nagyon jó arc volt, mondta, hogy megosztja, és fölhívott, hogy tesó, ez nem verseny, együtt toljuk. Mondom, Tibi nagyon elegáns vagy, megosztja az élőt, egyébként tök jó fej volt. Meg hát mi tudjuk adásban mondani, hogy most éppen élőben megy.
megyünk. Azért ez az előny itt van, így nyilván sokkal több. De hagyjuk már francba a TV-t. Jó, csak tudni akartam, hát ez egy ego trip, hogy mennyien vagyunk azért, de ezt nem bocsátom meg nektek, hogy megosztottuk a streamet, szóval ez itt egy számra vagyok csak kíváncsi a végére. Na, elmondtunk mindent, Julianna, gyertek ti is nyugodtan, aki megszólalhat a stábból, egészen nyugodtan bárki. Én tudom, hogy a többi kollégának nem lehet. Én azt is tudom, hogy itt nagyon szigorú dolgok vannak. Igazából le a kalappal azon néhány kolléga előtt, aki egyáltalán ide tud és ide akar és ide mer jönni hozzánk az üvegstúdió elé a stúdióba, mert hogy sokan nincsenek is itt, de tökre értjük. És nagyon tudjuk, hogy mi a helyzet. Úgyhogy igazából ez egyáltalán. Egyáltalán nem baj, nyilván egy csomó nem is tudták, hogy nekünk ez ma az utolsó. Ez ma az utolsó adásunk. Na, még mi se tudtuk. Még mi se tudtuk, gyerekek. Hát sűrű események ezek, ott vagyunk a közepében, de hát ez így izgalmas. Voltunk már ott párszor, úgyhogy. Gyere, ez ilyen, Juli. Valamit még mondjatok, tudom, hogy... Mesélj, hogy mi maradt ki, amit szívesen behoztál mi, volna még adásba. Hova mentél volna? Csúszkamasszásra? Iszappakolásos? Nem tudom, milyen terápiára hova mentél volna? Folytogatós szex. Mi az, ami hát, mi? Hát, ha lesz még valami fórumban. Figyelj, valamit még tartogassál. Én nem vagyok Jó, gyerekek, a Juli most csinálja ezt először. Mondj, Juli. Hát, én most sem ezt először, hogy jövök. Nekem már harmadik. Már lassan megszeretted. De mentségem lesz, én csak azért pityereget, mert Anna kezdte, tehát hogy ő a hibás. Úgyhogy, na hát a magam részéről nagyon szépen köszönöm az. Na, ennyire nem nagy baj, hogy a Lajos lemondta. Tök jó hét év volt az elmúlt hét év volt. Igen. Jó, értjük. Hát, csatlakozom Julihoz, nekem már van benne rutinom, én kezdtem bár, mert rám tolta, ez gyerekek, igaz. Anna 15 műsort hagyott abba fejezetbe, és kezdettem már a Danubiusban. Az nem, én maga a rádió, tehát maga, nem a műsorok, tehát maga az, hogy ott akkor volt egy vég, most itt is van egy vég, ez nagyon-nagyon nehéz. És én is köszönöm a 7 évet meg a hallgatókkal. Bocsánat, hogy nevetek, de olyan cuki vagy Anna. Annyira cuki. Nem, Janival ilyenkor mindig összegézünk, és rúgdáljuk egymást a pult alatt. Anna még annak idén a Magyar Rádió kísérleti stúdiójában kezdte. Igen, köszönöm Puskás Tivadarnak, hogy föltalálta ezt a műfajt. Nagyon köszönöm, hogy Anna még, van látott daguerotípiákat Kossuthról, úgyhogy igazából... Egyen-ketten föl is tűnök. Igen. Nem, szóval szuper 7 év volt az elmúlt 7 év. Nagyon szépen köszönjük, igen, hogy itt lehettünk és részesei. A kollégák csak arról adjanak visszajelzést, hogy szólunk-e kifelé. Azért azt mindig ellenőrizzük, tudod, nehogy az legyen, hogy valaki fölmászol. Ezek fölmondanak. Nagyon szépek a képek, csak hang nincs. De valaki fölment, azt lenyomta, azt gondolom, ezek a balék, ezek nem maradnak itt mindenkik, hát akkor gyorsan kapcsold le őket. Igen, szóval akkor még szólunk kifelé. Jó van, elmegyünk egy picit zenélni, jó, mert muszáj fölvinni a Tibit. Addig zsűr is összeszedi a gondolatot. Zsűr nem beszél. Gyerekek, igen, közben régi kollégák is írnak nekünk, akik itt dolgoztak. Nem hatalmaztak fel, hogy megnevezzem őket, de nagyon helyesek is az egész csapatnak, és mindenkinek vidám túlélést kívánnak. Peti az egyik CSS-ünk, aki szintén hát itt volt, és azért neki is nagyon sok mindent köszönhetünk. Meg hát sok mindenkinek nem tudunk, gyerekek, mindenkit nevek szerint megemlíteni, de szuper csapat. A legjobb, tényleg, hát azért én is dolgoztam már egy-két stábbal, de tényleg a legfaszább csapat az, aki itt dolgozott, és aki itt dolgozik. Kár is ezért, igazából. Igen, egyébként is nem tudunk minden SMS-re válaszolni. Bár itt van egy. Kösz szépen, Lajos, mi is nagyon sajnáljuk, hogy mostanában a közbeszerzésen nem sok sikered van. Na, akkor jól van, az egykori tulajdonosunk is. Egykori tulajdonosunk is, már csak a mostani tulajnak kell becsörögni. Gyerekek, csak mondom, hogy drága gyúgyon, tessék, bárki is legyen, az a drága gyúgyon kitolálkodik a stúdió körül, ő nézi, hogy technikailag minden. Megjött az Abaházi Csabi is. Technikailag minden rendben van-e. Ő ezt azért megnézi, ide jön, vett egy pillantást, jól van, a fiúk szólnak, hogy elköszönnek, hogy oké, nem baj, legyen minden rendben. Szóljon minden úgy, ahogy kell. 34.100 az online, dobjatok egy SMS-t a kaszán. 36 000, hát csak mindig mondom. Ez van egyébként, hogyha az ember igazi tartalmat sugároz. 36 ezer, lassan ott vagyunk, ahol a TV2 nézettsége. Na, gyerekek, nem már. Síró nők kellenek, és fájok vagyunk. Már a Star Academy mögöttünk van. De aljasak vagyunk. De csak humorizálunk, a TV2 is kapott sokat, műsorok is kaptak, mi magunknak is adtunk, úgyhogy gyerekek, ilyen ez a műsor, mi ilyenek vagyunk, mi mindenkit megmarunk, saját magunkat is, de igazából nem is kell bennünket azért olyan nagyon komolyan venni, aki tudott is, ismert és hallgatott bennünket, az tudja, hogy azért nagyon nagy idézőjelben teszünk mi azért mindent. Oké, elmenjünk egy picit zenélni, jó, és aztán jövünk vissza, még elköszönünk, itt vagyunk 10-ig, úgyhogy egy picit zenélni, jövünk vissza, nem kell reklámot adnunk?
Adjunk egy pici reklámot, azon legyünk túl a kötelezettségeinken, és akkor jövünk vissza, 9:30, pontosan 1 perccel itt vagyunk mindjárt. 9:30, pontosan 7 perccel, gyerekek, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, minden Klassz hallgatónak. Itt vagyunk, az utolsó Morning Show, és nem elfelejteni, hogy a Klassz nem szűnik meg, gyerekek, folytatódik, megy tovább, online, ugye ezt már ők kommunikálják, tehát mondhatjuk. Félrenyeltem, gyerekek. Meg nem szűnik meg, megy online tovább, úgyhogy rádión, online rádión, telefonon, számítógépen, mindenhol ott lesz veletek a Klassz. Mi azért mondunk el magunkkal kapcsolatos dolgokat, hogy eloszlassuk a vezetőség azon néhány állítását, ami nem teljesen úgy felelt meg a valóságnak, ahogy ők mondták. De nagyon drukkolunk, és ezt elmondtuk a rádiónak is, hallgassátok őket online, kövessétek a rádió, és követ benneteket, úgyhogy tessék a Klasszt hallgatni, jó kis rádió ez, jó rádió volt, jó rádió lesz, úgyhogy tessék online nagyon hallgatni, mindenhol elérni. Így van, nagyon sok jelenlegi, illetve hát lassosan, és azt kell mondanunk, hogy egykori kollégánk dolgozik, illetve fog dolgozni a rádiónál továbbra is, mi nekik nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és tényleg sikerekben gazdag hónapokat, éveket még adott esetben a Klassz FM. Tényleg csak a legjobbakat. Az ember életében két fontos dolog van, egy hallgatunk, amikor megszületik, amikor rájön, hogy miért az életének mi a küldetése. Szerintem tudjátok, hogy miért. Legyen szép napotok. Én keresem a választ, de még nem jöttem rá. DJ óta veletek vagyok. Na mi van, nincs is élő stream, egyből mindenki eszik. A telefon csak az. Gyerekek, csak mondom, hogy itt közben szendvicseket, tortákat kapunk. Csak annyit látod, hogy lebukik így a telefon egy pillanatra, és bevillan egy téli szalámi szendvics. Tudom, hogy nagyon esztek, nagyon isztok, de azért még adjunk élő streamet, hát azért mégiscsak itt közben Laci Viki már nagyon elkezdett itt kajálni. Laci iszonyatos hörcsök feje nyomja magába a szendvicseket, de hogyha még az élő streamről nem feledkezünk meg, azért azt még... A másik még kezeddel. Még valahogy azért egy picit kapcsoljuk élőbe a Facebookozóinkat, ha már nem, megígértük. Nem azzal, a másikkal, ami nincs a gatyádban. Azt mondja, hogy... Egy-két közlekedés, gyerekek, mert valaki nagyon jókat írnak még. Valaki csak annyit ír, pak, valami elpattan. Azok az ominózus reklámok. Jó, hogy megszűntek, de mi a helyzet a Robert Károlyom? Igen, küldjetek el. Időre megyek Szombathelyre, de arra szolgatok, hogy ne kelljen kiszállnom a kocsiból, bár a könnyek közül nehéz lenne gyorsan menni. Puszikat, ha nagyon fogtok hiányozni, megszűnik valami, ami az életünkben mindennapi dolog volt, holnaptól hiányozik valami, amit nem tudsz magadnak megmagyarázni. Minden jót kívánunk nektek, dolgozzatok a folytatás. Ezt a Sándor család küldte nekünk. Gyerekek, dolgozunk, nyilván higgyétek el, innentől kezdve új fejezet nyílik az életünkben, eddig a Klassz volt, és maga a rádió. Nyilván ott dolgozunk azon, és meghallgatunk mindent, meghallgatunk mindenkit, és aztán eldöntjük, hogy milyen köretek között hogyan tudjuk folytatni, velünk akarja-e valaki folytatni. Milyen köretek között tudjuk folytatni, igen. Sok a kérdés, de hát nyilván dolgozunk azon, hogy legyen úgy, hogy a lehető legkevesebb kompromisszumot kelljen megkötni. Vannak dolgok, amiről mi beszéltünk, amiből mi azt gondolom, hogy nem engedhetünk, mint műsorkészítők. Ezek leginkább műsorkészítői szempontok, nem anyagi szempontok. A hitelességünk, a szólásszabadságunk, és az, hogy bármiről, bármikor úgy beszélhessünk. Nem mindenféle... fogunk politizálni, és nem leszünk semmilyen politikai pártnak a szekértolói, ezt előre megmondjuk. Így van, de közélettel akarunk, fogunk foglalkozni, kell is, ennek az országnak erre szüksége van, úgyhogy muszáj. Most ez csak egy pihenő lesz tényleg két rádió között. Reményeink szerint mi mindenképpen folytatni akarjuk, mi felfüggesztettük és nem befejeztük a működésünket. Egy picit most valószínűleg pihenni fogunk, illetve én nem fogok pihenni, mert kiírom az összes fekete listás telefonszámot, és hajnal 2-kor fogom őket hívogatni, és nem szólok a telefonon. Illetve különböző meleg oldalakra teszed föl őket, hogyha éjszaka van, hív bátran, ha leteszem, ha nem veszem föl, ne add fel. Ha kinyomlak, az nálam csak az előjátés. Nem gondolod, hogy ez vicc, tényleg ezt fogja csinálni. Ha kinyomlak és azt mondom, nem tudom, miről beszélsz, az a jelszó. Hívj újra. Hívj éjjel, hívj nappal, hívj nagyon sokszor. Erik is nagyon eset írt, hiányozni fogtok, anyám meg én, Erik. Nagyon szépen köszönjük, igen. Csak a tisztánlátás véget az okokról is mondjatok valamit. Nagyon drága vagy, mondtunk, 9 óra után ezzel kezdtük. Ne, fussunk neki még egyszer. Nem bírom még egyszer. Nem bírom elmondani. Na, gyorsan még csak egy-két közérdekű információ, miközben egyébként legnagyobb sajnálatomra ez a gyönyörű hóesés, ez befejeződött. Hogy mi a helyzet az utakon, megnézzük gyorsan. M3-as 82-es kilométerénél készülnek fotózni, úgyhogy vigyázzatok, Kacsó-Pongrász felüljárón hatalmas dugó van, és jelen pillanatban már lekapcsoltak a wifi-ről a gépemet, nem működik. Úgyhogy megszűnt az internet. Várjál, Juli, beadlak, mond. Még valaki egy kávét, mert viszik a gépet.
Ezt nem mondod komolyan. Én azért hívtam őket, mert tudtam, hogy nem biztos, hogy volna. Imádtam volna, ha nem hívjuk őket. Gyerekek, nagyon sajnálom, de az a gép a miénk volt. Szevasztok! Még egyszer sok sikert. Hol viszed a gép? Teszed le azt a gépet? Az nem a tiéd, az a mi kávégépünk. Én nem tudom elküldeni már a nyertes listákat. Hova? A megfelelő helyre. Tényleg? Miért nem? Mert ki vagyok léptetve a gépből. Jó, hát akkor elküldjük majd. Ez van, hát majd akkor elküldjük. Csak sajnálom, mert volt rajta még három hallgató. Átviszem három ajtó, átviszem neked írt le papír. Nem tudom kinyomtatni, nem kérek hozzá már. Tényleg? Nem baj. De nem baj. Figyeljétek, én beszélünk igazán fontos dolgokról. Zsolt hozott krémes. Jaj, gyerekek, hát keményezik. És a Novák András is a szívéhez kapott, hogy a Bin Laden házából a téglát hozzuk el mindenképpen. Oda tett valaki egy téglát az asztalomra, hogy ez biztos hozzám tartozik. Amit a Jani így vágott. Nem emlékszem rá, hogy hiányzik valahonnan egy tégla. Mondom, ki... A kukába mondom, én ezt nem fogom hazacipelni. Erre jön Juli, hogy a Novák telefonált, hogy ugye a Bin Laden házából származó téglát nem dobtunk. De igen, András. Nem, én már kiszedtem. Nem tudtam beazonosítani, mondom, hol lehet, bocs, ránéztem, és egy fél tégla. Igen. Akkor ő mondta, hogy onnan hozta, de hát. De hát igen, de hát láttuk, hogy innen szedte össze egy építkezés. Kit mi foglalkoztat, tudod? Meg kinek mi a tripje? Van, aki még egy agbakasztó, van, aki még egy bögre, igazából. Tehát így vagyunk jelen pillanatban. Van internetetek, gyerekek? De most van. Van? Várjatok? Nincs. Nincs. Nekem sincsen internetem ebben a pillanatban. Szépen lépésekben elkezdtek minket kiléptetni. Először az internet őrzik el, 3-4-10 után lekapcsolják a lámpát, 10 óra előtt pedig elbontják a mikrofonokat. Hogyha ennek technikai oka van, akkor én meg tudom a rádióval osztani a 4G-met. Itt van, ami drága gyugyon, gyerekek. A világ legeslegjobb technikus egyébként. Ő is. A legnagyobb maestro, a legnagyobb génius. Ha a telekánál megcsavarod és szétszeded, akkor van még benne három technikus. Mert vannak olyan kábelcsatornák, ahol csak a belseje fér el, és akkor a kis Gyula tud menni. Gyula a legjobb fej. Igen, Gyula a legjobb fej. A legnagyobb maestro, és neki nagyon sok minden. Olyan dolgot köszönhetünk, ami igazából nem valósult volna meg, ha nincs. Az emeléseket, a merüléseket, a víz alól, a különböző körkapcsolásokat, bekapcsolásokat, levegőből, amikor repültünk, hát rengeteg minden olyat csinált meg, amit igazából más szakemberek nem biztos, hogy meg tudnak csinálni. Nem lesz baj belőle, hogy ennyit dicsérjük. Gyula aranyosod bolintott egyet, majd elindult a szendvicses tálak felé. Tehát tulajdonképpen, nézd, rutinos médiás. Vett egy nagy levegőt, és eltűnt minden a tárról. Rutinos médiás, gyerekek, rutinos médiás. Na, ha már kitelepüléseket mondtad meg, hogy a Gyula milyen jó volt, akkor Olti Gabi meg csapata, nektek is köszönjük. Igen, a Gabiéknak is így van. Nagyon-nagyon jó fejek voltak. Bármilyen hülye kérdés volt, azt igyekeztek teljesíteni. Így van, nekik is nagyon sokat köszönhetünk. Na mi legyen, úgy Jucsó Polgár Peti? Persze, egy Jucsó Polgár Peti? Szerintem az jó. Egy jó Hunafrekit még leadunk, és akkor jövünk tényleg az utolsó pár másodperccel. Azt majd, amikor elköszöntünk, akkor azt adat leadjuk, ja, és arra már a reklám. Az egy ilyen kilépős a Hunafrekit, akkor beléci, ott van. Jól van, drága hallgatók, jövünk vissza mindjárt. Utoljára Polgár Peti. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Természetesen, ha akartok neki gratulálni, akkor elmondjuk a telefonszámát, csak hogy el tudjátok mondani, hogy milyen jól sikerült ez a szám. Azt mondja, hogy igen, 0620 206 2974, írjatok neki SMS-t és gratuláljatok neki, hogy milyen jól sikerült ez a dal. Pontosan mi volt ez a szám, amit az előbb mondtál? Meg légy szíves még egyszer, tényleg csak a kedvemért. 0620 206 2974. Jó, szerintem meg tudták jegyezni a hallgatót. Ezen van egy pici hiányérzete. Milyen hiányérzete? Most már mit kimondhatsz? Most a felnőtt filmes műfajból egyetlen hölgy sem akar megvigasztalni, mert elveszítem az állásomat? Annyira szomorú vagyok, jöjjön már be valaki, talán még elnéző lenne ebben az esetben a nejem is. Mondaná, hogy jó, na ez majd nehéz nap volt, János. Igen. Ez majd nehéz nap volt, ma megértem, hogy kicsit zabos vagy. Na jó, akkor ma. Szomorú vagy, János? Szomorú. Igen, nagyon szomorú. Én úgy szeretem a te fantáziálgatásodat, annyira szeretem, hogy te ilyen vizuális képekben élsz igazából. Hát egyszer igen. Most már valamit szárba kell szökkenteni. Aha. Hát jó, majd otthon megbeszélés. Igen, én is mindig ezt mondom, akinek de nem megy szabad. Jól mondod. Nekem még azt is kiütötték a fejemből. Már megint mi nagy az? Csak egy Jung idézet, egy Jung. Osó. Na gyerekek, egy jó kis Polgár Peti. Peti még így a végére. Repül a Pugongyola, ez a Freki már oda. Ki ellenünk fröccsögöt, kapfájára köcsögöt. Több millió hallgató, ha egyszerre támad. Elfoglalunk másik Frekit, mint Jani egy várat.
10 perc múlva pontosan 10 óra, gyerekek, az utolsó polgár Peti, azért még így a végére. Csabi kell. Mi újság? Jó vagy? Csabi! Figyelj, veletek van valami új hír veletek kapcsolatban? Nem, semmi. Nem sikerült figyelnem ma. Tegnap óta alig történt egy-két dolog. Nem, mi? Hát figyelj, ez az edzettem egyet. Elmesélitek? Viszont egyet a gyerekkel. Tudjátok, nem vagyok képben a történésekkel, meg új zenéket kerestem, hogy van valami? Csabika, már nem sok igazából, nem sok. Történt egy spás. Haragszom rád a testamentért. Én a Janinak nagy barátja vagyok, 2 perc után azt lehúzta. 2,5 volt, és sok. Így is eléggé ki van, kicsit hoz már vissza, mert most én ezzel elrúgtam a pöttyöst, 2,5 után lehúztam a zenéjét. Mondja 2,45-öt? Mondd azt, hogy hallottad a testamentet, és nagyon jó volt, és egyébként is, tehát hogy kicsit hozt föl, mert én most ezzel elvágtam. Ja, azért nem ülít? Mert most nem, szerintem valahova kiment, még valamit intéz, aláír, még mindig hallgatót szolgál ki. Az van, hogy most vérében. Mindenki ölelget mindenkit, és begyűjti, tudod. Igen. Csajok is jönnek. Igen, szerintem valami pornost már az előtérbe, hogy hát ha valaki ez még oda tud bújni, mert most, ahogy elmondta, van alibi a feleségénél. Úgyhogy így vagyunk. Annyira szeretném megköszönni az elmúlt, és nem 7 évet, mert mi azért nem 7 évet Csabikám, nem. Együtt. Ez egy hosszabb idő volt, így van. És én azt érzem, hogy most a brigád egy kicsit szétszéled. Most nem az lesz, amikor a Danomiusnak vége volt, akkor az a tudat bennünk jó volt, még hogyha nem is mondhattuk, hogy együtt maradunk, és együtt megyünk tovább. Így van. Már emlékszem rá, hogy elszóltad magad, amikor azt mondtad az utolsó nap, gyerekek, ne aggódjatok, klassz lesz. És észre se vetted. Hogy aztán már másnap meg már tényleg klassz volt. Igen, az volt már akkor is. Már akkor is tudtuk, hogy mi lesz. Igen, az egy hálásabb átmenet. Most valóban az lesz, hogy a szélrózsa minden irányába van, aki megy, van, aki marad. Igen. Mi elmondtuk ugye az online-nal kapcsolatos dolgokat, hogy drukkolunk, és minden egyes itt maradó kollégának ezerrel drukkolunk, és buzdítjuk arra a hallgatókat, hogy hallgassák, marad a klassz, folytatódik, nem szűnik meg, csak egy más élet veszi kezdetét igazából akkor, ha véget ér az analóg freki. Csabikám, hát remélem fogunk mi még azért így egymással szembe ülni. Megkérdezhetem én, hogy remek zenék, Csabi? Nem tudjuk, hogy ki hol köt ki, de bízom benne, mert hogy ez így a szertartásaink része, és a reggel nem szól másról, mint a szertartásokról, hogy Ali megcsinálja kis zabját, hogy itt van Feri, aki minden megszállásán fölmegy, kimegy bagozni, hogy jobbra nézek, itt ül a Zsűl, már nem is tudok nélküle dolgozni, hogy te 10-kor bejössz, tudunk veled kicsit dumálni, ha kitelepülésed van, és nem vagy, utáljuk, mert a Garami beül, imádjuk, de az nem olyan. Tehát vannak szertartásaink, és ezek nekünk fontosak. Bejössz, dalokat ajánlasz, amiket te se szeret. Ezzel mi mindig megmarunk, te mindig kihátrálsz a dologból, igen. Tulajdonképpen 7 éven keresztül vártam ezt a lehetőséget, hogy valahogy mégis elmondjam, hogy attól az még fontos, hogy minden szeretjük. Persze. Érted? Persze, mert a másik oldalon vannak emberek, akiknek szerethetik. Persze. Persze. Mindig ilyen jó katona az utolsó percig. Meg mi mindig megmartunk, de ez is a műsor része volt. Igazából viszont ahogy te ezt álltad 7 éven keresztül hősiesen, és sose küldtél el bennünket úgy a melege békharét, hogy egyszer valódi dühöt mutassál csak adásban a vicc kedvéért. De adáson kívül sem. Adáson kívül is azért ezt nagyon jól bírtad csak. Akkor utólag azt mondom, menjetek az anyátokba. Menjetek ti a jó mindannyian. Menjetek ti a picsába. Örülök, hogy vége van, húzzatok a francba. Hát mit képzeltek ti magatokról? Jaj, de jó, hogy legalább az utolsó pár percet így nyomjuk, gyerekek. Jaj, de jó, hogy az utolsó pár percet így szabad, húzzon mindenki a picsába. Kivéve a Jani a testamentért. Kezet foghatunk? Ja, a fél testamentért. Jó, hát mondtam, hogy ezt szóba hozod, akkor megint már éppen kezdtem visszahozni lelkileg. Nem te mondtad az előbb, hogy köszönjem meg neki? De, hogy hozd föl, hogy milyen jó volt a dal, és hallottad. A testáért, akkor így mondom, mert nem csak a felemen. Gyerekek, 20 másodperc volt már csak a dalból. 20 másodperc. Persze. Zsűl kicsit szorosra keverte. Megpróbálom rád. Na, család. Figyeljétek ide, most én nagyon gondolkozom, hogy mi az, amit még nem mondtam el. Nagyon sok SMS közben régi kollégától Anett is írt nekünk, szóval, hogy tényleg mindenkinek köszönjük. Bocsánat, hogy nem említünk meg mindenkit. Úgy unblock az egész rádióra, minden munkatársa azt mondjuk, hogy köszönjük szépen. Nagyon hálásak vagyunk, hogy veletek dolgoztunk. Baromira fogtok hiányozni, mert hogy tényleg mindenki szana szétmegy most, és nem tudjuk azt mondani, hogy együtt vagyunk. És hát egy nagy taps mindenkinek, gyerekek, mert hogy a lehető legfaszább csapat azért az, ami itt dolgozott. Komolyan mondom. És muszáj ilyen szavakat használni, mert nagyon, nagyon jó kis brigád, és nagyon, nagyon, nagyon kár érte, hogy ennek így lett vége. Hívjuk még egy utolsó naphallgatóját. Nem, ha valakitől köszönjünk még el. Legyen még egy hang az adásba, és aztán adjunk neki még az utolsó. Elmutatja magára, hogy jövő az utolsó. Az utolsó klasszos morning show. Remélem, a Boros Lali lesz. Igen, hát megérdemelni. Lajos, imádjuk. Morning show. Ajj! Mit kell csinálni? Kit hívtunk?
Szala, hát az egyik ős hallgatónk, csak azért, hogy szépen érjen véget ez a dolog, gondoltuk, hogy Robikárnak, Szalának, hát annyi törzs hallgatónk, hanem igazából sok mindenkinek adhatnánk, de egyet kiválasztottunk. Szala, te vagy a nap hallgatója. Fejüket nagyon kemény. Bizony. Sok SMS-t írtál nekünk, és nagyon sok vidám pillanatot szereztél. Most még mondhatsz valamit, ha szeretnél. Is nekünk. Nem tudok. Nem találok szavakat. Befostam szerintem. Szala vagyok, befostam. Én már mindig hallottam is volna valamit. Szala, figyelj ide. Hát, megoldjuk, megoldjuk ezt a dolgot. Dolgozunk azon, hogy legyünk. Jó, nagyon köszi neked is, és tényleg mindenkinek. Még a hallgatóknak úgyis futunk egy kört. Jó, puszi neked. Küldjük az ajándékcsomagot, az utolsó Morning Show-s klasszos ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Csáó. Köszönjük, hogy minket hallgattál. Kövess minket. Keresd bennünket. Keresd bennünket. Jó, én még külön meg szeretném köszönni a Morning Show honlapján lévő kis megdumáljuk rovatunknak, van egy ilyen törzs közönsége, gyakorlatilag ők úgy követtek minket, hogy 4-5-en voltak alkalmanként fent a honlapon, de minden nap szigorúan bejelentkeztek reggel 6 órakor és végig 10-ig követtek minket, ők nagyon-nagyon elszállt fanatikus hallgatóink mind a mai napig, úgyhogy külön köszönjük Lutusnak, Tazlacinak, Pecikének, Icának és a többieknek is, meg egy csomó olyan embernek, aki most tünedezett fel újra. Igen, ők a végére. Igen. Úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük. Szalának elfejtettem mondani, hogy gyerekek, elfejtettük megkérdezni, hogy van egy naphallgató ajándékcsomag. Így van. Az az ominózus Twins lett. És nyert egy női táskát ebben a boltban. Nem most Szala. Igen, de Szala barátnője, mert tudjuk, hogy van. Ugye a Twins lett boltban. Igazából átvehet egy ilyet. Még van egy ilyen plusz ajándékunk, ezt akartam neki elmondani. Ez a Ritzálló ajánlom. Neked... Ilyen olaszból, gyerekek. Azért mondom, mert a sajátom. Ez az, most már! Mondd el még egyszer, mi a neve? Twinslet. Menjetek, költsetek sokat, hogy aztán elutazhassak Madeirára. Ha esetleg neked túl csajos lenne, akkor 10 óra után egy picivel el tudod kapni Bocskor Gábort a Music FM 5, féláron biztos, hogy megveszi. Na, drága hallgatók, mi már mindenkinek megköszöntük, most ti jöttök. Nektek leginkább, mert hogy nélkületek ez a műsor sem lenne az, ami lett, és ami volt, és ami bízunk benne, hogy lesz. Mindenkinek nagyon köszönjük az SMS-eket. Is. Igen, mindenkinek drágák vagytok, hogy ennyien szeretek benne. Bennünket. Kövessétek a Facebook oldalunkat, ott tudtok majd meg rólunk mindenféle információt, és vigyázzatok a féligazságokkal. Jó, vigyázzatok a féligazságokkal, és hogy szoktam mindig mondani, hogy legyetek nagyon válogatósak. Így van. Legyetek nagyon válogatósak, és gyerekek, nem kell betolni. Ha valamiről valamit gondolunk, azt nyugodtan mondjátok ki, mi is ki fogjuk mondani, és az a feladatunk, hogy kimondjuk. Ez az ország, ez akkor fog igazából jól működni, ha nem toljunk be, hanem kimondjuk azt, amit gondolunk. Így van. Kétféle embertípustól nem kell félni, aki folyamatosan igazat mond, és aki folyamatosan hazudik, mert tőlük tudod mindig, hogy mire számíthatsz, aki viszont féligazságokat mond, attól tartani kell. Az a baj, nekem ez így már sok volt. Ezt itt már nem, én ezt már nem értem. Ez még egy nagyon új jósókönyv, a karácsonyi piaci sláger, ezt még nem kaptad meg karácsony. Már megint rólam beszéltek? Igen. Mindent elmondtunk? Minden? Mindent elmondtunk? Ami fontos volt. Ami fontos volt. Na jó van, Csabi, mennyi? Toljad a Kylie Minogue-okat. Csavikám, nagyon jó kívánságműsort kívánunk neked. Ma is lehet üzenni. Hát, amiket most üzenni műsor. Fognak nektek. Az... Igen. Sejtem, hogy miről fog szólni. Hadd jöjjön. Ja. Üzenjetek, gyerekek, kérjetek dalt, mi pedig majd valahol valamikor leszünk. Jó, köszönjük szépen mindenkinek. Még van egy utolsó dalunk. Ennek a szövegét hallgassátok meg, jó a szöveg. Ez most még belefér, egy kicsit csúszik a Csabi, de igazából. Ezzel a dallal búcsúzunk, jó, hallgassátok meg a szövegét, szerintünk nagyon jó. Ez a Pál utcai fiúk egyik vezető dala, most játsszák a Vígben, és hát kiváló. Kiváló darab, jó a dal és jó a szöveg. Azt gondoljuk, hogy több szempontból is ide illik. És ha Csabiát az legyél szószvécet, akkor Púrnyák vagy. Ettől függetlenül bármi szól, most a halott pénz jönni fog. Majd. Persze. Na, vigyázzon mindenki magára. Jó, drága hallgatók, ti is itt a Facebookon, az adásban és odakint, és köszönjük a sok-sok SMS-t, és mindent imádunk, szeretünk benneteket. Azon leszünk, hogy a dolog folytatódhasson. Jó, csak hát a körülmények legyenek meg. Puszilunk mindenkit, vigyázzatok magatokra. Csók. Sziasztok. Csavikám, jó munkát, szevasztok. Ciao, ciao.
műsor, amelyre az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en.